Jó estét kívánok mindenkinek, Marti Zoltán vagyok az Est házigazdája, a 7, -7 csapatának a vezetője. Minden túlzás nélkül számunkra egy történelmi esten köszöntjük azokat, akik itt vannak, és azokat is, akik a Youtube-on visszanézik majd a felvételt. Utána négy éve volt 7, -7, -7 offline rendezvényünk, és minden itt kezdődött el ezen az eseményen, ezen a helyszínen, 2017. januárjában volt. Már most szeretnénk hangsúlyozni, hogy február 20-án lesz újra 7, -7, -7 offline, a vendég kiléte az még egyedülre titok, de meglepő módon számunkra is már megvan. Ez, ez egy újdonság, hogy ennyit értünk az elmúlt négy évben, hogy nem egy héttel előtte találjuk ki, ki legyen, hanem már előre gondolkodunk. És február 14-én pedig, ugyebár sokan gondolhatják, hogy Valentin nap lesz, ez valahol igaz is, ami ennél is fontosabb ennek a közösségnek, hogy hambozó szerda, Hanvazó szerdán pedig a Szent István Bazilikában este fogunk ima este tartani. Én javasoltam a kollégáknak, hogy Hamú és Gyémán címmel, de ők ezt leszavazták, úgyhogy más lesz majd ennek az ima esnek a címe, de az egészen biztos, hogy lesz. A mai vendégünk azt hiszem, hogy sokak számára ismerős, vagy nagyon kevesek számára kell bemutatni. Én mégis élnék ezzel a jogommal és lehetőségemmel. Egy ötgyermekes család negyedik gyermeke, anyai ágona, nagykálói kálai családból származik, apai nagybátyja pedig Fábri Sándor, humorista. Papá szentelése 2000-ben volt, nem Fábri Sándornak, hanem neki. Hét évig szolgált plébánosként Kaposfüreden. 2016-tól az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak volt a főtitkára. 2022-től az Országos Lelkipászori Intézetnek az igazgatója, 2023. június 27-én tavaly, és meg akartam kérdezni tőled, elfelejtettem, hogy ejtik ki, Ferenc pápa, ez még megy, Gárdia fiárai címzetes püspökké, az Esztergom Budapesti Főegyház megye segít nevezte ki Ferenc pápa. Szeptember 2-án szentelték püspökké, a Szent István Nagyon szeretettel köszöntöm immáron püspökként a 7 offline történelmi rendezvényen Fábrikornél püspök atyát. Nem, nem tudom, hogy leüljünk-e, mert neked van egy merényleted. De ez a merénylet... Már annyiból rendhagyó ez az offline, hogy imával kezdődik. Minden hét hétét offline imával zártunk eddig, de a helyzetre való tekintettel imával kezdenénk. Kornél atya pedig nem csak azt mondta, hogy imával kezdünk, hanem azt is megmondta, hogy melyik imával, majd kérem a kollégákat, hogy mutassuk meg. És Kornél atya vezetésével, hát egy ilyen Lelki és fizikai tornavóraként azt kérem, hogy együtt felállva imádkozzuk el ezt az imát! Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, Szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához érgalomért. Amen. Az atya a fiú és a szent élek nevében. Akik végig ülik a beszélgetés, azok püspöki áldásban is részesülhetnek, úgyhogy már ezért is megérte. Egy szóval hadd térjek ki erre az imára, hogy miért tartottad fontosnak, hogy ezzel az imával kezdjük ezt a mostani beszélgetést? Én minden napomat ezzel az imhával kezdem, ez egy az Úrral való egység imája, és egy nagyon erős ima. Tehát, hogy mindenkinek jó szívvel ajánlom, ha békétlenség van, ha összeveszés van, ha kísértés van, érdemes ezt imádkozni, mert hát, hivatalos exorcisták is megerősítették, hogy milyen hatása van. Én csak egy rövid történetet hadd meséljek el. Egy esetben egy hölgy 25 éve volt megszállott, 27 exorcizmust végeztek rajta, ebből négyet a Vatikánban, és nem bírt megszabadulni. És felhívta az egyik exorcista atyát, és azt mondta, hogy tudom, mi kell magának, mondja el velem ezt az imát. És az atya elkezdte mondani, és a hölgy nem volt képes mondani ezt az imát, hanem egy kígyó sziszegés jött a telefon másik feléről. És aztán az atya végigmondta, akkor egy nagy megkönnyebbülést érzett a hölgy, és másodszor már ő is el tudta mondani, és végleg megszabadult. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy szellemi harcban, hogy most elégé vagyunk a világban, ezt az imád elég gyakran kell imádkozni, mert a Jézushoz ragaszkodásunkat fejezi ki, és hát ha Jézussal vagyunk, akkor elspriccel a ellenzék, vagy a sátán, úgy értem. Azt hittem politizálsz, hogy egyből nem, hogy nem, 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 hát a Jézus ellen fel, ugye a sátán. Tehát. Amit elfelejtettem mondani, hogy a régi ismerettségünkre való tekintettel vagyok ilyen szemtelen, hogy tegeződjünk, tehát ezért, ezért vagyok ilyen szemtelen. Van -e egy meglepetésünk a számodra, hogy említettük már, hat és fél vagy 7 évvel ezelőtt beszélgetünk erről pontosan mikor, már magunk se tudjuk, Kornél itt volt még, mint a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a főszervezőjeként, és vendégünk voltál hét hétét offline-on. Szeretnénk megmutatni neked egy rövid videót ebből a beszélgetésből, kérem a kollégákat, hogy játsszuk le. Sokak szerint, online jön a kérdés, sokak szerint idő kérdése, hogy mikor lesz önből püspök, Érez-e erre motivációt? most mit mondjak? Én ő... bolond lukból bolond szél fúj, de... Az, hogy sokak szerint mi van, az teljesen mindegy. Milliók tévedtek már a világban. Gondolok egy Hitlerre. Hány millió követője volt? Tévedtek, őszintén. Az, hogy most én nem érzek semmilyen motivációt, én szeretném azt élni, amit Isten kért tőlem. Tehát ahogy annak idején budapesti születésüként úgy éreztem, és nagyon sok jelet kaptam a jó Istentől, hogy menjek Somogyba, ami egy sokkal szegényebb egyházmegye, megye, hogy ott szolgáljak, ugyanazzal a átimádkozott döntéssel hoztam meg azt, hogy elfogadom a bíboros vagy a felkérését, hogy ezt a, a kongresszust szervezzem. Hát majd, hogyha ilyen kérdéssel állnak elém, akkor elgondolkodom rajta, hogy, hogy vajon Hát nagyon nehéz püspöknek lenni manapság, tehát nem egy, nem kíván dolog. A Szentírás még azt mondja, hogy hogy, hogy hogy, is fogalmazza, hát ilyen, ilyen becsületes, vagy nem, az olyan nagyszerű dolog, ha valaki püspökségre áhítozik. Hát gondoljatok bele, egy püspök megörököl egy egyházmegyét. Azokkal, akik ott vannak, olyan körülményekkel, amilyen van. És ha valaki átvesz egy céget, mondjuk vezérigazgató lesz egy cégnél, aki nem dolgozik jól, és kirúgja, fölvesz másikat és kész. Na most minket papokat hat éven keresztül tanítanak. És hogyha azt vesszük, hogy mennyire csökken a papság száma, most oda megy valaki egy egyházmegyébe, valaki nem dolgozik jól, nem mutatja azt, hogy kirúglak. Nincs helyette másik. Tehát igen, motiválni lehet, hogy az Isten országáért dolgozunk. És a püspöknek az a feladata, hogy tudja lelkesíteni a papjait. Hogy a papok meg úgy legyenek, hogy, az, hogy ezért a püspökért én dolgozom. A papok elvileg a püspök segítő társai. És hát azt gondolom, hogy, hogy, nem könnyű ma püspöknek lenni, egyre fogy a, a, papság létszáma, aki még közületek, fiatal férfi, és nincs még elkötelezve senki mellett, akkor ha jó Isten papnak hív, ne felejtsen igent mondani, mert garantáltan van üresedés, és munkanélküliség biztos, hogy nem vár rád. Re Rengeteg kérdésem van. Egyrészt, vannak-e bíborosi ambícióid, mert akkor nekünk lenne meg először? Nincsenek. Ugye azt mondtad, hogy majd gondolkodni fogsz akkor, hogyha érkezik egy ilyen megkeresés, átimádkozod. Hogyan történt a te püspöki kinevezésed? Kaptam egy telefonhívást a nunciatúráról. Péter, a ottani titkár hívott fel, hogy a nuncius úr szeretne velem beszélni. Mondom, hogy ma biztos, hogy nem. Tehát olyan sűrű napom volt, ilyen megbeszélés, megbeszélés hátán, meg előadás, megbeszélés este tízig. Mondom, holnap tudok jönni. De délután visszaív, hogy azért jó lenne, hogyha inkább ma nem lesz hosszú, de jó lenne, ha ma mennék. Mondjuk az ember nem szokták olyan sűrű hívni a nunciatúráról. Volt már, egy más kerestek, de Mondom, jó, akkor az egyik megbeszélésem az háromkor kezdődött, meg a fél háromra fel tudok menni, aztán jeleztem, hogy jövök csak kések. Mellestek az ifjúsági találkozónak a programfüzetét raktuk össze, ugye a ét És akkor így fel is mentem, Nuncius úr fogadott, nagyon kedves volt, és rövid beszélgetés után a tárgyra tért, hogy a Ferenc Pába kinevezett segédpüspöknek, elfogadom-e? Nem kell most válaszolni, kimegy, hogy egy pár percet gondolkodni. Tehát látszik, hogy a feladat fontossága arányban van a megkülönböztetés idejével. Tehát, hogy nagyjából kaptam három percet, hogy átimádkozzam, úgyhogy hát ott ültem egy magányomban Jézussal, hogy mondom, most mi legyen, de azt mondom, hogy ha a Szent hogyha bízik bennem, hogyha ezzel tudom szolgálni a lelki üdvösségét, meg az egyházat, akkor ám legyen. És akkor utána visszajött, mondtam, hogy elfogadom a Szent a kinevezését. Ó, nagyon örült, és akkor rögtön előhúzott egy fehér papírt egy darab névvel rajta, Guardia Alfiera. Ez egy kis település basso ban Olaszországban, egy 950 fős település egy katedrálissal. Ez egy, és mondta, hogy akkor ennek vettem a címzetes püspöke, mert hogyha valaki segít püspök, és nincsen saját egyházmegyéje, akkor szokott kapni egy ilyen címzetesi püspöki kinevezést. És az én esetemben egy nagyon kedves fogadtatás volt a Guardia Fieraiaknak a részéről, mert rögtön írtak messengeren, e-mailben a helyi polgármester, és nagyon örülnek, hogy van püspökük. Ugye most tavasszal majd meg is látogatom őket, úgyhogy nagyon örülnek neki, hogy márciusban kijutok. És akkor utána a nunciuskor felhívta a Biboros és akkor uh, utána átadta a telefont, hogy igen mondta, és hát azt mondja, egy <laughs> hogy akkor működik a gondviselés, és nagyon örült neki. Most utána volt a legizgalmasabb, mert. Uh, a Vatikánnak kell egy hét, minden információ átmegy, begyűjtik a kellő információkat, adatokat. És hát volt egy, ez június 19-én volt, és hát következő héten volt június 27-e Szent László ünnepe, ami két szempontból is fontos volt. Egyrészt a Kaposvári Egyházmegye védőszentje, másrészt pedig hát László Püspök, Varga László Püspök atya. Úgyhogy hogy akkor legyen akkora kihirdetése a, a, ennek a kinevezésnek, és addig senkinek semmit nem mondhatok. Viszont döntsem el, hogy mi lesz a jelmondatom. Én azt hittem, hogy azt majd a ötnapos püspöki szentelési lelki gyakorlatom, vagy szépen átimádkozom, úgyhogy hát kiderült, hogy addig meg kellett írnom a önéletrajzomat, kitalálni a jelmondatomat, jó, hogy a címer nem kellett még megszervezni, vagy megtervezni addigra. És akkor így történt, hogy egy héten át nem mondhattam senkinek semmit. És egy kellemetlen dolog volt azért benne, ugye én már megkaptam a dispozíciómat a Kaposvári Egyházmegyébe, oda kinevezett a püspök atya evangelizációért felelős püspöki helynöknek és nagykanizsai kisegítő lelkésznek. És hát a családban akkor azon a héten volt egy lagzi, egy unokaöcsémnek volt az esküvője, és hát nyilván ilyenkor mindenkivel találkozom, na és mi lesz veled? és akkor hogy ne hazudjak, ugye? Mondom, hát megkaptam a dispozíciómat a Kaposvári Egyház megyében. És akkor hogy fogsz majd ingázni? Hát majd valahogy megoldjuk. Tehát, hogy ugye már vannak központi feladataim a Lelki Pásztori Intézet, meg egyebek, úgyhogy hál' Istennek nem firtatták tovább, és akkor jött a június 27-e, és emlékszem, délben fönn voltunk a várban, bíboros atya, Mohos Gábor segédpüspök atya, Martos Balázs Levente segédpüspök, aztán a, a titkár, meg a, a Flávio és a Nuncius úr, és emlékszem a Krisztián a Christian titkár, így folyamatosan frissítette a telefonját, a vatikáni hollapot, hogy kitettéke már a, a hírt, és amint megjött, na akkor kocintottunk egyet. Én három óráig nem tudtam ránézni a telefonomra, <laughs> utána volt... 33 nem fogadott hívás, ugye a 100 SMS és millió messenger, Whatsapp és Viber és minden, úgyhogy nem győztem napokon át válaszolni, ez nagyon kedves levelekre, de nem, nem ilyen uh, szidó e-mailek meg egyébként, hanem azt jöttek ilyenek, hogy csak Na végre. Nem, hogy így, ők, nem... ők igen, úgyhogy I'm very sorry, de Hát ugye a püspöket is felírja a pápa. Úgyhogy aztán... De sokan örültek, és mondom, ilyen e-mailek ilyen e jöttek, hogy na végre, meg mi már hány, mikor megmondtuk? Hát mondom. Nagyon rövid idő telt a püspöki kinevezésed óta. Mennyire nehéz, vagy mennyire kell egyáltalán ugyanolyanak maradnod, mint amilyen voltál eddig, vagy egy püspöknek, segédpüspöknek egész egyszerűen máshogy kell már viselkednie, mint a korábbi kornyatjának? Hmm. Nem tudom, még gyakorlom, tehát hogy uh, igyekszem normális maradni. Tehát, uh, inkább az van, hogy, hogy azért másként néznek rám. Tehát egy, egy uh, mondjuk papból van Magyarországon tudom, ezer néhány száz, valamit mond valamit, vagy egy pap mondott valamit püspökből, már sokkal kevesebb van, talán nagyobb súlya van, hogyha valamit mond. Uh, hol jelennek meg, hol nem jelennek meg, hova megyek, hova nem megyek. Tehát, hogy papként eddig bármelyik egyház elmehettem. Püspökként illik bejelenteni a helyi püspöknek, hogyha főpásztori szolgálatot végzek valamelyik templomban. Tehát, hogy most már ilyen, erre szűkül az életterem, <laughs> mondhatjuk így, de ez nyilván csak egy vicces megfogalmazás. Én azt gondolom, sokat nem változtam. Igyekszem, mondom tényleg, ugyanolyan maradni, mint eddig. Tehát továbbra is a, egyik étkezdéből hordom el a, az ételt kis ebéd, hordó kis edénykébe, mert ugye akkor a menü, hogy két napra elég, tehát akkor nem eszem meg helyben, inkább két napra elosztom továbbra is kihúzom a kukát, hogyha tele van. Tehát nekem ilyen gondom nincsen ezzel, hogy nem esik le a gyűrű az ujjamról, hogy ilyeneket csináljak. Tehát, hogy igyekszem továbbra is megmaradni normálisnak. A Lélekszava podcastben a Krúdi Házaspának azt mondta, hogy minden feladatot megőriztél, minden feladatot vissza tovább, még azután is egy püspökké szenteltek. Mi az, ami még pluszban ehhez hozzárakódik? Hát ez egy folyamatosan változó dolog. Ugye kaptam egy csomó kinevezést. Egyrészt az Egyházmegyében, másrészt a Püspöki kartól. Ugye Palánki Ferenc Püspök tíz év után átvettem a ifjúsági referensi stafétát, és nagyon köszönöm a Püspök az eddigi sok-sok munkáját. Sokat dolgoztunk eddig is együtt. Aztán megkaptam a migrációért felelős Püspöki felelősséget. Ez az aját. Volt már egy, egy konferencia, amire el kellett menni, egy nemzetközi konferencia. Aztán az eukarisztikus kongresszusok pápai tanácsa felé én vagyok a nemzeti delegált továbbra is. Ez pont az ajánlott, hogy a püspök utáni héten mentem ki Kitóba, mert ott lesz a következő, ugye Ekvádorban lesz a következő eukarisztikus kongresszus. Reméljük, hogy addigra lecsillapodnak ott a kedélyek, mert hogy lázadás meg egyebek vannak. Aztán emellett. Uh... Hú, mi -e még? Én maradtam továbbra is uh, a karizmatikus személyi plébányának a, a, a vezetője. Aztán a, a karizmatikusok között a Nemzeti Szolgáló bizottságnak vagyok tagja Hú. az Országos Pásztori Intézetnek. Az, az is maradt, és segítek, annak a... is továbbra is. Köszönöm, annak az igazgatója maradtam továbbra is. Ja, és akkor a Mohos Gábor atyának segítek a külföldi magyaroknak a pasztorációjában, és úgy osztottuk meg, hogy övé Európa, ennyi Észak-Amerika, Dél-Amerika és Ausztrália, de azért Európába is megyek, hogyha kell. Úgyhogy hát éppen ma, ja is megkapta a jubileumi évnek a, a referensi posztját, hogy csak ma volt egy, egy WhatsApp beszélgetésem a, a, a munkácsi atyával, majd lelki gyakorlatot tartani atyáknak. Utána volt egy megbeszélésem egy angol nyelven a Vatikánnal és sok-sok országból a jubileum kapcsán. Utána kanadai kinti lelki volt egy őszi amerikai utat előkészítő Zoom beszélgetésem. Aztán már jöttem ide, de közben még 70 e-mailt és levelet intéztem el. Úgyhogy majd ilyen kis laza volt. Azért ez jól kitűnik abból, hogy ez egyáltalán nem egy plébános élet. Emlékszem, hogy ez az ominózus oflánon beszélgetünk arról, hogy neked ugye akkor a neked szervezted, és valamilyen szinten hiányzott azért a kapos élet, egy közösség, akit vezethetsz. Szintén hangsúlyozott, hogy nagyon kevés idő telik el a püspök szentelésed óta, de mégis érdekel, hogy ez a plébániai élet, persze most Gábor atyát lehetne példaként említeni, aki egyszerre segít püspök, és egyszerre plébánosa ugye a Szent István Bazilikának, de ez mégiscsak kuriózum, hogy mennyire van benned egy pici fájdalomérzet, hogy már egy pici falu plébánosa nem leszel, azért ez így már nagyjából eldőlt. Tehát az, hogy ezt a papi életet, amikor valaki elmegy papnak, nem azzal a gondolattal megy el, gondolom én, bár nem hangzik rossz, hogy Észak- és Dél-Amerikába utazik magyarokat látogatni, de mégsem ez a hivatásának az elsődleges kulcsa. Mennyire okoz ez egy pici fájdalmat azért neked? Nem tud, mert egyszerűen annyira betölti a mindennapok az életemet, hogy, hogy nincs, ami hiányozzon. Tehát nincsen hiányérzetem, hogy lógatom a ott, hogy de jó lenne, lébányán lenni. Üh, inkább az, hogy, hogy már egyre kevesebb a stabilitás benne, tehát hogy, hogy a, a kongresszus titkáraként is azért a Leheltéri, most a Szent Margit téren uh, miséztem minden vasárnap. Hát most már örülök, hogy a havonta kétszer eljutok, mert ugye bérmálások vannak, különböző uh, szolgálatok vannak ami miatt nem tudok ott lenni állandóan, de nekem az Emmanuel közösség ott van továbbra is közösségként, tehát továbbra is a fiatalokkal vagyok, és, és velük együtt is csináltuk egy szentének szemináriumot, több mint 200 fiatalnak most ősszel, úgyhogy ez egy, szóval továbbra is van lelkipásztori teendőm és hát rengeteg felé hívnak, és sajnos az e-mailek válaszolásában az öme az, hogy nem, mert már foglalt az időpont sok esetben. Köszönjük, hogy itt vagy. A... Lelki épkezés, ez az eseményünk címe. Szeretném összekötni a te személyedet ezzel. Szerinted jó dolog-e, hogyha valaki tesz egy fogadalmat lelki értelemben ilyenkor az év elején? Mert megfigyelhető, hogy tele vannak a konditermek, mindenki elkezd valamilyen nyelvet tanulni. Hát nagyjából január 22-23-a tájékán az első feladók is megjelennek. De hogy összességében mégiscsak egy nagy lelkesedéssel indulunk neki. Viszont fontos-e, hogy ez nem csak a nyelvtanulás nem csak a gyúrásban legyen jelen, hanem a lelki életben is. Te személy szerint teszel -e például az év elején egy lelki fogadalmat, hogy mit szeretnél elérni az év végéig? Nem. Tehát nem nagyon szoktam már, mert tudom, hogy csalódás lesz a vége. Idén is volt egy kis elhatározásom, azért biztosan biztos, hogy igyekszem éjjel egyre már ágyba kerülni, hát nem mindig sikerül. Tehát már az elmúlt 20 pár napban Hát ötször már biztos, hogy két óra volt, mire ágyba kerültem. Um, pedig jó lenne kicsit többet aludni, vagy, vagy többet pihenni. De én azt gondolom, hogy nem rossz dolog, hogyha vannak elhatározásaink. Tehát, a, hogy azt mondják, hogy az az öreg, akinek több az emléke, mint a reménye. Tehát, hogyha van előttünk cél, akkor van reményünk is, hogy azt elérjük. És um, talán lehet ilyen konkrét dolgokat megfogadni, de lehet, hogy egy alapvető hozzáállásban lehet változni. Tehát például idén próbálok másokért élni. Annyira individualista irányba megy az emberiség, hogy mindenki el van a telefonjával, és senki nem figyel a másikra, hogy esetleg egy ilyen elhatározás, hogy na, minden nap próbálok valakivel valami jót tenni. Tehát ami nem magamnak jó, hanem másnak jó. Ez például lehet ima életet, biztos, hogy mindig lehet fejleszteni. És én azt látom, hogy alakul is. Tehát, hogy nem mindig ugyanúgy imádkozom volt időszakom nekem is, amikor inkább a rózsafüzért mondtam, volt, amikor a szentségimádás volt, elő volt, amikor vegyesen. Tehát ez is mindig változik, hogy éppen e, milyen elhatározásomban vagy. Ugye, ugye, a kongresszusra is mindig egy egész éves programmal készültünk, ugye olvassuk el a katekézist 365 nap alatt, volt egy ilyen tervünk, az azóta is megcsinálható. Egyre többen csinálják az exodus -t. Ugye most indult januárban, ez a hidegvízzel zuhanyzós, nem internetezős, nem alkoholizáló 90 nap. Én annak idején még az Exodus lentet csináltam meg, ami a, a nagybőtre vonatkozott, az kicsit lájtosabb ennél, de, de, az is jót tesz. Köteléktárssal, együtt a többiekkel. Tehát mindaz, ami megerősít a hitemben, az Isten kapcsolatomban, az emberekhez való viszonyulásomban, az, az mindig jó. Tehát ilyen elhatározást érdemes tenni, de soha ne lőjük túl. Tehát inkább kicsit, de ahhoz legyünk hülyek. Mondjuk az ima életben tudsz példát mondani, hogy hogyan lehet lépésről lépésre fejleszteni? A hét, -hét én azt tapasztalom, Egyébként a csapatok között is, meg magam is így vagyok, de a követőink is, hogy nagyon szeretnének elmélyülni lelkiségben. Igen, és megvan az igényesség, hogy szeretnénk mélyebben köteleződni, is, nehez mélyebben köteleződni az ima életünkben. Van egy ilyen szándék, de ennek a megvalósítása lehet, hogy pont azért, mert túlságosan nagy célokat tervezünk, nem sikerül. Igen, mindenkinek... Onnan kell lépni egyet, ahol éppen tart. Tehát nincsen általános szabály. Csak úgy megjegyzem, hogy a gyónási titok az nem csak minket, hanem a gyónót is köti. Éppen ezért, mert lehet, hogy valakinek azt mondja a pap, hogy ne imádkozzon annyit. Hogyha ez az állapotbeli kötelességének rovására megy, és akkor elmondja, hogy a pap azt mondta, hogy nem kell annyit imádkozni, ja, hát akkor én megnyugodhatok, mert én úgyse imádkozom annyit. De nem, nem neki szólt. Tehát, hogy ezt mindenki nézze meg, hogy hol tart éppen és azt szerint néz, hogy neki hova kell fejlődni az Isten kapcsolatában. Egy nagyon egyszerű szabály van, ha ma este véget ér az életem, hogyan állnék a jó Isten elé? Steve Jobs is ezt csinálta, amikor kiderült, hogy rákos, akkor benézett a tükörbe, és azt mondja, ha ez a mai napod az utolsó, akkor mit kell másképp csinálnom? Nekünk nyilván kicsit nagyobbak a tálalataim, mert örökké élünk, nyilván ő is, csak mi tudjuk is, hogy örökké fogunk élni, nem tudom neki milyen hite volt, de hogy ennek fényében most kell-e változtatnom? Mert annyira úgy élünk, mintha a halál az csak másokat érne el. Pedig hát bárki tudol érhet bármikor, még utom senkinek nem sikerült úgy átmenni a másik életbe, hogy ezt ne volna át. De hogy talán ez a legfontosabb, hogy legyen olyan döntésem, amit meg tudok tenni, és segít az életemben. Az imádság terén, ugye most éppen a Szent Agya kihirdette, hogy a jubileumi év felkészítő éveként 2024 az imádság éve. Most ennek kapcsán igyekszünk egy pár dolgot megvalósítani. Mi is várjuk még a Vatikáni hollapnak a feltöltését, éppen ma erről szólt ez a megbeszélés, hogy milyen javaslatokat, milyen eszközöket fognak adni nekünk az imádság évére. De de néha nagyon egyszerű dolgokat elhatározhatunk, hogy valamihez ragaszkodom. még a zsolozsmából elimádkozom valamelyik imaórát, vagy egy tized rózsafüzért, vagy, vagy bármit. ami És ugye ez is egy érdekes kérdés. Mi papok néha hallok ilyen alaszkai atyákról, akik azt mondják, hát akkor misézik, hogyha van szándék. Szándék az mindig van, ima szándék is mindig van. Hát Hány beteg ember van körülöttünk, hány hajléktalan, hány özvegy, hány uh, munkanélküli, hány háborúban élő, hány összeveszett kapcsolatban levő, tehát mindig van miért imádkozni, hány, hány rokonunk van, aki már a, a túlvilágon van, tehát mindig van szándék, és vajon az imáimmal tudok-e közbejárni másokért. Tehát nekem is így alakult az elmúlt időszakban. Tehát az, hogy hogy ne tejen úgy nap, hogy egy rózsafüzér ne imádkoznék el a békéért. Vagy az irgalmasság rózsafüzérét nem mondanám el. Vagy éppen Szent Rita rózsafüzérét a betegeinkért. Egyre több rákos ismerősöm van. Igyekszünk naponta ezt, ezt, ezt elimádkozni értük. És hogyha már vannak ilyen kis kötött imáink, akkor ez olyan, mint a szőlőlugas, hogy ott megvan a lugas, amire fel tud futni a szőlő. Tehát van kötött ima, és van személyes ima. Aztán ott van benne a szentség imádás, ami hát néha, hogyha nem vagyok túl kipihent, akkor egy ilyen átmegy nagyon mély szemlélődésbe. De Líziói Szent Teréz megnyugtatott, hogy Ugye nem baj, hogyha elalszunk imádság közben, mert ugye a műtétet akkor szokták kezdeni, mikor a beteget már elaltatták. És a másik hasonlata volt, hogy a szülők ugyanúgy szeretik a gyereküket, hogyha az alszik sőt, ugye ez szokott lenni a reakció, hogy na végre ágyban van, végre az, most már mi is kicsit nyugalomra telünk. Tehát, hogy mindenkinek meg kell, hol tart az imádságában, ha eddig naponta két percet imádkozok, akkor növelje háromra, ha eddig öt percet növelje tízre, tehát, hogy, hogy én biztos vagyok benne, hogy, hogy a este, hogyha lelkiismeret vizsgálatot tartok, és megnézem, hogy mennyi időt szántam magamra, Istenre és másokra, akkor minél több a második kettő, annál nyugodtabban fogok aludni. Tehát minél kevesebbet törődöm magammal, kell a töltődés. Tehát azt nem azt mondom, hogy mert a vége a kiégés. Tehát ezt meg kell előzni, hogy, hogy helyes önszeretettel éljem az életemet, úgy, hogy abból jusson másodnak is. Egy nagyon egyszerű példa, aki utazott repülőn, ott mindig elmondják, hogy ha ö, csökken a légnyomás, akkor ilyen leestek, ilyen oxigénmaszkok, és először a felnőttek rakják a saját arcukra, és csak utána a gyerekekére. Tehát, hogyha valaki rögtön a gyerekére rakja a maszkot, és közben megfullad, akkor azon sokan nem segít. Tehát először a magunk lelki immunerejét kell erősíteni, immunrendszerét, és akkor utána tudunk segíteni máson. Az imádság pont ebben segít. De van-e a jó imának szerinted bármilyen definíciója, vagy szerinted milyen a jó ima? Biztos te is érezted már azt, hogy úgy nagyon szerettél volna imádkozni, és ez egy kicsit görcsössé átváltozik, lehet, hogy nem éreztél akkor csak én bocsánat. Tehát, hogy, hogy, hogy az ember nagyon szeretné, hogy az az adott ima imaélménye jó legyen, de nem mindig érzi az ember azt, hogy kötődik Istenhez abban a pillanatban. Van-e szerinted olyan, amikor érzed, hogy ah, igen, ez egy jó ima volt? Ez olyan, mint a horgászat. Tehát van egy jó horgászat. Ugye az azt jelenti, hogy sok kapás volt, vagy kevés kapás volt. De a zsinót bedobom. Tehát néha az ima is olyan, hogy... hogy áldozat jellege van, az időmet adom oda, is. néha nem érzek semmit. Hányszor ezt kérjük számon a jó Isten, hogy hát nem érzem, hogy itt van, nem érzem, hogy szeret, nem érzem. Miért kéne érezni? Tehát azért az embernek nem csak érzelmei, hanem szabad akarata és tudata is van, tehát hogy tudom, hogy itt van. Amikor valaki azt gyónja, hogy rosszul imádkoztam, mondom, az hogy kell csinálni? Tehát egy beszélgetésben, vagy egy együttlétben mi a rossz? Hát, hogyha üvöltözöm a másikkal, vagy, vagy veszekszem, vagy verekszünk, akkor igen, de hát az imában azért viszonylag ritkán fordul elő, bár ennek is van létjogosultsága, hogy veszekedni a jó Istennel. Hát miért ne? Szerintem a jó Istennek sokkal kedvesebb, ha valaki veszekszik vele, mint hogyha valaki közönös és nem is törődik vele. Szintén mindig örök kérdés a kötött imák és a nem kötött imák. Részben érintetted már természetesen a kérdést, de velünk katolikusokkal szemben gyakran felmerül egy ilyen kritikaként, vagy észrevételként, hogy az ima életünknek nagyobb százalékban, nagyobb arányban a kötött imák teszik ki, mint sem az elmondott szavak és a történetek mesélése például. Te hogyan látod ezt a kötött imáknak és a nem kötött imáknak a megfelelő egyensúlyát az életünkben? Minden a lelkületem múlik. Tehát, hogy lehet, hogy a Jóisten előtt kedvesebb egy mélyből fakadó sóhaj, mint egy eldarált rózsafüzér. Tehát, hogy mi a cél, egy teljesítmény, vagy az, hogy az Istennel kapcsolatban legyek? egy elérendő kikönyörgése valaminek, vagy eleve az Isten kapcsolat. Tehát, hogy van egy csomó esetben, nem tudom, saját egy egyedül vagyok vele, hogy nem minden imám lesz meghallgatva. Vagy nincsen válasz, vagy nem a válasz. Tehát ő is minden imát meghallgat, de három válasza lehet, igen, nem, várj. Tehát lehet, hogy, hogy majd meg fog történni, de még nincs itt az ideje. Úgyhogy az, hogy mi a jó imádság, mi az, ami igazán most sikeres, hogy na most egy jót imádkoztam. Hozzáállás kérdése. Tehát azt gondolom, hogy ha időt adok a jó Istennek, az már neki kedves. Tehát egy, most gondoljuk egy, egy házas párra. Lehet, hogy közösen megnéznek egy tévét, lehet, hogy egy jó vacsora mellett beszélgetnek, lehet, hogy kézen fogva sétálnak, mindegyik kapcsolat. És egyszer mondta egy katekumán, nagyon kedves volt, hogy még ugye járt hittanórára készült a keresztségre, és hogy hát ő, ő egy házmester, és és hát az a mázni, hogy föl tud menni a tetőre egy ilyen panelháznak a házmestere, és ott hát úgy, úgy rögtön közelebb érzi magát a jó Istenhez, és ott szokott vele beszélgetni, és azt mondja, hogy nem baj az, hogyha ő nem ilyen kötött imákkal szokott beszélni? Mondom, próbáltál otthon versekben kommunikálni egymással? Tehát, hogy egyáltalán nem baj, viszont nagyon sok esetben inspiráló lehet. Hát a zsoltárok, ugye szinte minden élethelyzetre találunk benne lehetőséget és példát. Vannak nagyon kedves röpimák, vannak olyanok, amik, amik, úgy néha, hogyha nincsen elég fantáziám, vagy fáradt vagyok, akkor ott nagyon sokat segíthetnek egy, egy kötött ima, én most ezt felajánlom valakire, Vagy tudom, hogy van egy útszakasz, az pont annyi idő, amíg ezt az imát elmondom. Én volt, hogy csináltam ilyen rózsafűzér futást. Tehát a bevezető és az első két tized arra, három tized vissza egy kis kerülővel. Tehát, hogy miért ne én? Zsolos szívesen mondom felalás sétálva, hogy éptesben épp, testben, épp lélek legyen hogy ne nőjön az esperesi sikerület, ahogy szoktuk mondani, de hogy, vagy annyit ülünk már, hogy, hogy csak rakódik ránk a évgyűrű, az nem olyan jó. Tehát inkább akkor sétálok fel alá, vagy, vagy utcán, és akkor úgy mondom a Zsolozsmát, vagy éppen hallgatva mondom, mert annyira tudom már fejből, hogy hozzá tudom mondani. Tehát mindenki találja meg a magának valót, amivel azt mondja, hogy meg, meg mi a, a személyesség. Tehát Istenre úgy gondolok, mint a hozzám legközelebb álló személyhez, akivel eleve így kezdem a napot, hogy jó reggelt Jézus. Tehát, hogy már, egy, már rögtön felveszem a szállat. Ugye, ugye van egy szép ima, a szívem első gondolata hozzá száll fel Istenem. Tehát ez az első, hogy jó reggelt Istenem, jó reggelt Jézus, Atya, fiú nevében kezdjük a napot. Tehát ez már egy imádság. Ugye hányan mondják, hogy nincs időm reggel imádkozni. Mondom, ennyi. Egy keresztvetés még az ágyban. Annyira biztos, hogy van idő. Tehát... Pont, pont ezt akartam kérdezni, hogy te hogyan véded az én idődet, az ima élet szempontjából, majd talán később megkérdezem, hogy a többi tevékenységednél is hogyan véded, de az, hogy ne égél ki, hogy meglegyen az a muníció, hogy megvan a szoros Isten kapcsolatod, és úgy tudod a püspöki szolgálatodat e, ellátni, azt hogyan véded, hogyan alakított ki, mik azok a pontok, ahol azt mondod, hogy nem, itt most az Istennel való kapcsolatom az első, és nem az, hogy püspök vagyok. A kettő nem zárja ki egymást, hál' Istennek. Tehát az Isten kapcsolatban a püspökség. Majd az baj lenne, hogy a teljesen kizárnak. <laughs> ezzel nincs baj. Ugye vannak kötelezettségei, tehát a Zsolos azt, azt minden nap mondjuk. Ezzel a Krisztusnak a közbejáró imáját folytatjuk a világért. Tehát ez egy eleve minden papnak, diákonusnak kötelessége, és hát a püspöknek is, tehát nem kapunk felmentést alóla. Tehát ez eleve meghatározza, hogy, hogy egy, ez napi 40 perc. Akkor hozzá még a Szent jó esetben ott van a szentségimádás is hozzá, plusz a rózsavízért. Tehát elég sok minden kijön ebből. Tehát a nap másfél-két óra ima idő azért misével együtt, az kijön. És kell is. Tehát főleg, hogyha valamire készülök, ugye leg... nagyon bátorítok mindenkit a csendes szentségimádásra, mert nagyon sokszor inspirációt kapunk. Van, hogy ott kapok egy énekre egy inspirációt, hogy írjam le. Van, hogy hogy egy forráspontra készülve, hogy mit kéne mondani a fiataloknak, azt a szentségimádásban kapom Előadásra gyakran készülök oltári szentség előtt, vagy énekek fordításai gyakran oltári szentség előtt történik. Tehát ez egy személyes kapcsolat Jézussal, és rögtön meg tudom kérdezni, ott van helyben. Nyilván mindenütt jelen van, de az oltári szentségben fizikailag is, testileg, lelkileg is jelen van. Tehát ezért fontos, hogy, hogy legyen időm az imára, és a legtöbb baj abból szokott lenni, hogy mi az, amit elhagyunk elsőként, az ima. Mert hogy hát azt senki nem kéri számon, az nem látszik. Ugye, ugye, hogy osztjuk be az időnket, hogy vannak fontos dolgok, sürgős dolgok. Vannak fontos és sürgős, sürgős, de nem fontos, fontos, de nem sürgős, nem sürgős, nem fontos. És akkor ebből nyilván érezzük, hogy a sürgős fontos, meg a fontos nem sürgős, ott jön a... a, a így, így, így szépen sorba tesszük bele, de az imádság az nagyon fontos. Tehát olyan, mint a lélegzés. Tehát, hogyha nem imádkozom, akkor, akkor miből meritek erőt? És néha ott van, hogy a kötelesség van ott, hiszen egy párkapcsolatban is azért lássuk be, nem mindig rózsaszín ködbe úszik az egész, hanem van, amikor a kitartásra, a hűségre van, van szükség. És néha az imádság is ilyen, hogy most a, ezzel, hogy az időmet adom a jó Istennek, a hűségemet mutatom meg, máskor meg szárnyalok az imában. Tehát, hogy fú, már ennyi idő eltelt, vagy egy közös dicsőítésben, vagy közbejáró imában. Tehát inkább azt is érdemes megnézni, hogy milyen Arányban van jelen az imádságomon a hálaadás, a dicsőítés, a kérés, a szemlélődés, a szentírásolvasás, a közbenjárás. Tehát hogy ezt ki ki alakítsa ki a maga módján, hogy neki mi az, ami hozzá közelebb áll, és lehet különböző módokon gazdagítani az imánkat, ima életünket, vannak imaiskolák van a Szentség Imádás Iskolája, de egyéb könyvek is vannak, most ezeket igyekszünk majd feldolgozni és közkincsíteni, hogy fedezzük fel, van egy könyv, hogy imádság és lelki alkat, tehát mindenkinek más jön be. És ezért nem lehet azt mondani, hogy hát ahogy te imádkozol, az nem jó. Nem, neked ez jó, nekem az jó. Ugye Jézus éjszakákat töltött imádságban. Hát én tudom, hogyha ha egész éjszakát imádságban töltötték, lehet, hogy nem lennék olyan friss másnap. De hát ugyanakkor meg az imádság is fel tud üdíteni. Tehát, hogy leülök egy óra szentségimádásra, és kipihentel jövök ki. Tehát ez is, ez is lehet. Ugye mindenkinek meg kell találni a sajátját, de ahhoz legyen hűséges. És az, az fontos, hogy ha más nincs, akkor az időkeretemet adom meg. És hogy legyek hűséges ahhoz az elhatározott időhöz, hogy addig nem állok fel, még akkor is, hogy a millió jó dolog jutott az eszembe. Ezek megint egyedül vagyok, gondolom, hogy leülök imádkozni, és rengeteg jó ötlet jut az eszembe, hogy mit kéne helyette csinálni. Ugye ez a még e-mailt kell írni annak, fú, még vissza kell jelezni valakinek, még Manci fel kell hívni, el ne felejtsek vajat venni majd. És ezért javaslom, ha valaki leül imádkozni, akkor legyen mellette egy jegyzet, akár telefon, akár ceruza, hogy írja fel, ami eszébe jutott, mert különben azzal fog eltenni az ima ideje, hogy el ne felejtsem az idő végéig, hogy mit kell utána csinálnom. Igen, leírom, ha olyan, akkor még imádkozhatok is vele, nem véletlenül jutnak az eszünkbe ezek a személyek, lehetőségek, alkalmak, teendők, hogy akár imádkozhatunk is érte. Ez halaton izgalmas felvetés, hogy ilyenkor azért jut el eszembe egy ilyen dolog, mert csöndben vagyok, kiszakadtam a világból, már nem a mobiltelefonomat nyomkodom, és egész egyszerűen a tudatomba leérkezik, vagy pedig azért, mert is nem figyelmeztetni akar, hogy nincs otthon margarin. Tehát, hogy ez ennek a, ennek a kettőse érdekes kérdés. <síns> Majd fönn megkérdezzük, ki volt az inspiráló. Viszont nagyon jó, hogy mondtad ezt a hullámot. ezek szerint, hogyha jól értjük, akkor az Istennel való kapcsolat nem evidensen mindig nagyon szoros. Mennyire fontos az, hogy amikor kicsit távol érezzük magunkat tőle, amikor ne adj Isten kiégve érezzük magunkat, lesz ilyen kérdés a második felében, akkor is megpróbálni hűségesnek maradni, amikor igazából az embernek baromira nincsen kedve imádkoznia, mert úgy érzi, hogy valami nagyon távoli dolog ez az egész, hogy akkor is meg kell próbálni kitartani, hőségesnek lenni. Mennyire tapasztalod azt a te ima életedben, vagy mások, mondjuk gyónásokban, lelkivezetésekben, hogy Isten idézőjelben honorálja ezt, amikor valaki kitart, akkor is mellette, amikor távol érző magát tőle. Hát, ezt a tisztázunk, jó Istennek nincsen szükség a mi imánkra. Nekünk van rá szükségünk. Ugyanakkor, ugyanahogy a szülő is, amikor elengedi a gyereket felnő, most már saját lábonon járj, mehetsz tovább. Amikor gyerek járni tanul, akkor is először még fogjuk a kezét, aztán mehet a saját lépései szerint. A lelki életben is nyilván, meg a, szóval minden kapcsolatban vannak mézes hetek, ugye? Fiatal pár, udvarlási időszak, mindenki happy, nászút, minden szuper, és aztán szép lassan, hogy leszürkül valamiért, a mindennapi teendők, a taposómalom, stb. És oda kell figyelni, hogy a minőségi időt megadjuk egymásnak. Tehát egy kapcsolatban is lehetnek ilyen nehézségek. Az Istennel is így van ez, hogy, hogy van, amikor egyszerűen minden pillanatban érezzük a jelenlétét, az inspirációját, mit, cse, mit csináljak, merre menjek, mi a következő terv. És aztán egyszer csak úgy érezzük, hogy kiürült a tér. Nagy szentek beszélnek erről, hogy van a lélek sötét éjszakája, amikor semmilyen jel nem jön föntről. És akkor ott van, hogy hát most akkor mit csináljak? És mondjuk egy Teréz anya, 30 évig volt ilyen állapotban, Avilai Szent Teréz 20 évig. És mit csinált? Az megkezdett úton ment tovább. Ez kicsit olyan, mint a GPS-nek a teológiája, hogy, hogy mutatja az utat, bemegy az alagútba, és akkor bemondja, hogy a GPS-vétel megszűnt. Hát akkor nem állok meg, hogy akkor most nem tudok sehova menni, hanem azzal a sebességgel és irányt követve megyek tovább, majd az alagút után újra felveszük a szállat. Tehát, hogyha már tudom, hogy mi a helyes út, akkor, 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 azért a Jóisten a lelkiismereten keresztül azért irányít bennünket. Tehát nem kell minden reggel megkérdezni, hogy uram, most melyik zoknimat vegyen fel. Tehát kaptál a nézt, húzd fel azt, ami a hőmérsékletnek meg a külső körülményen megfelel. Tehát, hogy azért nem kell minden egyes dolgot megkérdezni a Jóistentől, mert eleve tudtuk, adta, ha már néhányszor olvastuk a Szentírást, ismerjük a parancsokat, megvan az alapvető döntés az életünkben, akkor az, ami jó, azt, azt kell folytatni. Tehát biztos, hogy a Isten nem fogja meggondolni egyik napra a másikra, hogy hát eddig nem öltél, de ma már hát végül is mérne. Tehát ilyet nem fogadni. Hát tudod, hogy mi a jó, akkor azt kell követni. És az ima életben pedig leginkább akkor válik nagyon fajsúlyossá, amikor egy döntés előtt állok. Hogy na, ezt most okosan hozzam meg, ne a saját orrom után menjek, annak is megvan a kritériuma, hogy mi alapján lehet jó döntést hozni, és abban az első az ima. Hogy a jó Isten mire inspirál. Aztán ott vannak a bölcsek tanácsa, akik érett keresztények mellett, hogy ők hogy látják, hogy ha így, ebbe az irányba megyek, az jó lesz nekem, mert ők mégis csak ismernek. Aztán mire van vágy a szívemben, az is egy fontos dolog. Aztán mire vagyok képes, hogy vajon amire, amit tervezek, ahhoz megvan a képességem? Tehát belőlem nem lesz grafikus művész, az biztos. Bármennyire is ott a vágy, mert nem tudok rajzolni. És akkor ott van még, hogy a körülményeim lehetővé teszik-e azt, amit tervezek. És aztán a világ visszaigazolja, vagy ha egyházi dologról van szó, az egyház visszaigazolja el. Tehát ha ez így együtt áll, akkor, akkor, tudom, hogy jót döntöttem. És még egy fontos dolog, hogyha imában meghoztam a döntést, akkor mindig, ha jó a döntésem, békét érzek. Ilyen izgalommal teli békét, hogy most valamit eldöntöttem, és aki az eke szarvára tette a kezét, ne, ne forduljon vissza. Tehát, hogy ha viszont nyugtalanság van bennem, akkor ott még valamit kell változtatni valószínűleg. De ezért ilyenkor az ima az nagyon fontos. A jó Isten mire indít. És ilyenkor a legjobb az elcsendesedett ima. Tehát ott egy kötött imát elmondhatok ötször, ha nem akarok megállni és hallani a jó Istennek a hangját, akkor mondhatok akármennyi kötött imát. Tehát az, hogy el tudjak csendesedni, a jelenlétben lenni, ez is egy fontos része az imának, mert az a bajunk, hogy az agyunk az előre hátra megy az időben. A múlt az már nincs, a jövő még nincs, itt a jelen van, és az Isten a jelenben tudok találkozni. Tehát ezért, hogyha este ülök le szentségimádásra, ma is így fogok tenni, akkor úgy próbálok megérkezni a jelenbe, hogy így minden órából megköszönök valamit visszafele kronológiailag a sorrendbe, és akkor így megérkezem a jelenbe, Jézus jelenlétében. Tehát, hogy, hogy, itt vagyok, és most engedem, hogy a Isten jelenléte betöltsön. És még egy fontos, hogy az imádságban nem én vagyok az aktív. Sokan azt gondolják, hogy, hogy neki kell aktívnak lenni. Én azt szoktam az oltári szentség előtt is, hogy, hogy Jézus alakít szívet a te szent szíved szerint és engedem, hogy működjön. És hogyha belealszom, ő akkor is tovább dolgozik. Tehát ezért vagyok nyugodt. Tehát, hogy a, beteg nem szokott sokat izgulni, hogy a műtét hogy sikerül, ő inkább maradja nyugodtan, és majd a orvos végzi a dolgát. Úgyhogy a jelenlétben levés, azt meg kell tanulnunk. Ugye eleve sok ember fél a, csöntől, mert akkor önmagunkkal találkozunk, a saját gondolatainkkal. De nem kell ettől félni. Ami feljön, az valószínűleg olyan, amivel még dolgunk van. Néhány elakadás is előjöhet, amivel még valóban tenni valunk van de a csendben tudjuk Isten hangját is meghallani. És, és, erre viszont időt kell szánni, és akkor a horgászatot mondtam. Ugye lehet, hogy egy, egy, óra szentségimádásból néhány másodpercre érzem Isten jelenlétét. Vagy hallom meg a hangját, vagy kezdek vele beszélgetni. Aztán valamikor teljes csend van. Nem baj, azt az időt odaadtam. És ezért érdemes a szentségimádást is felajánlani mondjuk közbenjárásként, dicsőítésként, önátadásként, bármire. Uram, ezt az időt most neked adom legyen ennyivel kevesebb egy tisztú tűzben szenvedő léleknek a, a szenvedése. Miért ne? Tehát mindennek van értelme, és mindennek találhatunk értelmet. Ugye az ima az egy nagyon izgalmas, és nagyon összetett dolog, nincs két egyforma ima, és éppen ezért érdemes egy életen át gyakorolni. Utolsó kérdés az első szekcióban, nagyon jó, hogy említetted ezt az esti szentségi mert te voltál az egyik legnagyobb támogatója. A kell, hogy legyen ilyen nappali szentségmárás Budapest belvárosában. Segédpüspöként szerinted van-e lehetőséged arra, hogy közben járj, azért, hogy ismét Budapest belvárosában lehessen éjjel-nappal szentségmárás. Van-e ilyen terved. Igazából én örülnék annak, hogyha mindenütt lenne. Most hál' Istennek hallom, hogy vidéki városokban is egyre több helyen 0-24 órás van, hogy a belvárosi templomban is azért reggeltől estig van szentségimádás, a bazilikában szintén. Olyan, hogy éjjel-nappal a gazdagréti templomot tudom itt Budapesten, de mondjuk a Ferenciek terén is örülök annak, hogy ugye próbaként este tízig kitölták a, a gyónási lehetőséget. Ugye valaki így fogalmazott, hogy ez Budapest gyóntatószéke. széke. Tehát is egy jó lehetőség, és közben a templomban ugye az Emmanuel közösség is minden második szerdán este 8 tízig 10 10-ig uh, ima estet tart, szentségimádással közbejáró imával. Tehát uh, én bíznék abban, hogy, hogy felfedezzük ezt az erőforrást, hogy ahol Jézus van, ahol Jézust imádják, ott másnak nincsen helye. Tehát uh, mondjuk ki, hogy Jézus a király a Budapestnek és Magyarországnak is, és hát a királyt pedig illik uh, hódolattal uh, venni körül, Jézus pedig még imádjuk is. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy egyre többen felfedezik azt, hogy érdemes nyitva hagyni a templomot, és azáltal lehet nyitva hagyni, hogy valaki ott van, és vigyáz rá, az a közben, hogy imádkozik. Úgyhogy én nagyon bízom benne. Ha már említetted a gyónást, a beszélgetés második felét ezzel fogjuk kezdeni, már nem gyóni fogok nálad, hanem azzal fogjuk kezdeni, hogy megbeszéljük, hogy milyen a jó gyónás. Egyáltalán van-e ilyen, hogy a rossz gyónás létezik-e, ilyen jött ezzel kapcsolatban. Továbbá is mindenkinek jó estét kívánunk. Akik YouTube-on néznek, azoknak könnyebbség, hogy nem kellett átugorni ezt a, nem kell 10 percet várakozni, hanem ugye bármilyen utólag látják a beszélgetést. 82 darab kérdés érkezett hozzád, hogy állsz az esti szentségi mádásra. lesz. Igen. Körülbelül én úgy, úgy számolom és úgy kalkulálom, hogy 10 kérdés az, amivel végig tudunk menni. A gyónást ígértem, és akkor talán érthetőbb is, hogyha ezzel megyünk tovább. Milyen a jó gyónás ön szerint? Miért van az, hogy a gyóntató székben inkább ítélettel találkozom, mint sem irgalommal? Én még sosem találkoztam ítélettel a gyóntatószékben, tehát hogy nekem a papi elmondatom is az, hogy lehetek, tehát irgalmasok. Tehát én nem azért vagyok a gyóntatószékben, hogy ítélkezzek, hanem azért, hogy feloldozzak. Úgyhogy lehet, hogy gyóntatót kéne váltani, és imádkozni azért, aki viszont ítélkezik. Tehát hogy mi is emberből vagyunk, és lehet, hogy egy pap is tehát rossz napja van, fáradt, nyűgös. Nekünk is legyen jogunk olykor nyűgöslek lenni, bár igyekszünk mindent megtenni, mindig top formánkat mutassuk. Te milyen a jó gyónás? Mondok először egy negatív példát. Ülök a gyóntatószékbe, és bejön valaki. Hát látom, gondolom, unatkozóan gondoltam, bejövök. Hanem én sosem unatkozom, ugye Bábel Balázs érsek, hogy szeretem idézni, ő mondta azt, hogy egyedül még sosem unatkoztam, másokkal már többször. Tehát, hogy a gyóntatószébe egyedül ülök, az nem azt jelenti, hogy unatkozom, mert ott van idő lehet imádkozni, stb. Viszont mennyire mennyugtató nekem gyóntatónak, hogyha azt látom, hogy valaki szépen előveszi a jegyzetét. Mert az már garancia, hogy készült a gyónásra. Tehát, hogy a, a jó gyónásnak mik a feltételei, eleve az, hogy ne kételkedjek Isten irgalmában. Legyek őszinte. És ezt szoktam mondani bátorításként, hogy rajtad kívül milliók elkövették már ezt a bűnt. Nem hiszem, hogy bárki tudna már meglepetést okozni. Úgyhogy nyugodtan jöjjön. Én pedig azért szeretek gyontani, mert egyszerűen egy felüdülés és egy nagyon nagy alázat gyakorlat. Tehát, hogyha egy nálam szentebb jön, akkor azért. Hogyha nálam sokkal bűnösebb, akkor meg azért, mert ugye ott van előttem Szent Ferenc példája, aki azt mondta, hogy ugye, leborult egy rablógyilkos előtt, és nem értették a testvéreit, mit csinálsz, Ferenc? És azt mondja, hogy ha annyi kegyelmet kapott volna ő, mint én, sokkal szentebb lenne nálam. Tehát én is itt vagyok, hogy hát lehet, hogyha én olyan körülmények között nőttem volna fel, akkor lehet, hogy én sokkal rosszabb lennék nála. Úgyhogy a, a, a gyóntatás mindig egy alázat gyakorlat. Aztán volt, aki azt mondta, hogy hát ő azért néha beülne a gyóntatószín másik oldalára. Hát mondom, ez olyan, mintha be akarnál ülni egy kukás autónak a Hát szórják rád a szemedet, ha ez neked élvezetet okoz, hát hajrá. De, de a jó gyónáshoz ez kell, hogy ne, ne kételkedjek Isten irgalmában, legyek őszinte. Tehát, ez úgy is elfelejtem, de nem is érdekel. Tehát annyi, ugye az is izgalmas, hogy a bűnben mindig ugyanaz van. A szentek mind különböznek, a bűn az tök ugyanaz, és unalmas is. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a papok ott ülnek, és várják az aftosabb bűnöket. Hát nem. Tehát annak körülök, minél kevesebb bűn van, és tehát a jó az azért ott van, hogy, hogy felkészültem, megyek oda. Jó, hogyha használok lelki tükröt. Ugye a Lelkipásztori Intézetnek a hollapján föltettünk ilyen minőségi lelki tükröket, ami a mai kornak is a kihívásaival szembesít esetleg. Tehát Jézus nem beszélt arról, hogy ne töltsél le illegális tartalmakat az internetről, mert még nem volt aktuális. A Nelopja az ott volt, aztán ennek egy részete ez lehet. Tehát fontos a felkészültség, fontos az, hogy őszinte legyek. Tehát egyszerűen, és emlékszem egyszer, hirdettem egy akciót, talán nagybőti időszak volt valahol, hogy ha van esetleg olyan bűn, amit, amit sosem mertél meggyónni, és esetleg már, már régen volt, az, úgy be is tokosodott oda valahova a lelked mélyére, most itt az alkalom, hogy, 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 hogy tegyük le. És nagyon sokan jöttek, és olyan hálásak voltak, hogy most szégyenérzet nélkül elmondhatták, hogy igen, x évtizeddel ezelőtt hoztak egy olyan döntést, amit utol nagyon bánnak, de akkor nem tudom mi volt. És olyan boldogok voltak, hogy megszabadultak ettől. Volt olyan is, hogy egyszer egy egy első péntekes nénihez jártam még messze régen, és ö, minden hónapban mentem, és egyszer csak hívnak, hogy menjek el két első péntek között, és ha nem értették a család, hát úgyis minden első pénteken megyek, és akkor gyónt meg valamit még, amit, amit sosem ért addig, és, és így érezte nyugodtan a lelki ismeretét. Tehát nem érdemes az utolsó pillanatig várni. Ez a legfontosabb, hogy mi nem azért vagyunk ott, hogy ítélkezzünk, hanem azért, hogy feloldozzunk. A legnépszerűbb kérdés messze. Miért nem tudja megszólítani a fiatalokat jobban az egyház? Mit kellene változtatnia ahhoz, hogy bonzóbbak legyünk a fiatalok számára? Én azt, hogy nem tudja megszólítani, ezt azért kicsit megkérdőjelezném, hogyha valaki ott volt Niszabonban a másfél millió fiatallal, akkor valamilyen meghívást azért kaptak. De értem a kérdést is, hogy hogyan lehet az egyházat, ami minden megkeresztelt ember közössége, vonzóbbá tenni a fiatalok számára. Ugye nagyon nagy a konkurencia, amikor szerveztük az eukarisztikus kongresszust, akkor ugye elővettük a 38-as kongresszusnak a könyvét, és mondom, hogy azért valamelyest könnyebb helyzetben voltak akkor, mert ez volt a program. Nem volt tévé, nem volt internet, nem volt konkurencia. Aki ott volt, az átélte, aki nem volt ott, az lemaradt róla. Ugye most pedig hát mindent közvetítünk, majd a fotelból megnézem otthon. Tehát ugye, az egyháznak most egy nagy kihívása van, hogy egy, hát egy piaci részt kell betölteni, ami nem más, mint a közösségek hiánya. Tehát a legnagyobb népbetegség manapság az a magány. Ugye erre mondta Bödöcs, hogy még a virtuális barátai is kiközösítették, tehát hogy már azok sincsenek. Tehát az egyházban pontosan közösségre lehet találni, és egy ilyen szervezet nincs még egy. Tehát az egyházban eltűnnek a társadalmi különbségek. Szegény gazdag ott lehet, művelt és kevésbé művelt ott lehet, férfiak, nők együtt lehetnek, színesbőrű és fehérbőrű együtt lehet, ö, vidéki és városi együtt lehet, ö, nagyon bűnös és kevésbé bűnös együtt lehet. Tehát nincsen még egy ilyen közösség, ahol minden, minden különbség el tud tűnni. Egy picit olyan, mint a sípáján. Tehát ott nem lehet senkit látni, hogy a bukós is alatt éppen egy jogász van, vagy egy kőműves. Ott mindenki síelő. És egységbe hozza. Hát az egyházban is mindenki hívő. És hogy hogyan lehet megszólítani a fiatalokat, az egy nagy kérdés. Ugye erre indítottuk ugye a forráspontot, ami hát évente egy alkalom, és úgy látszik, hogy, hogy nagy igény van rá. Tehát a fajta minőségi programmal, de az is kérdés, hogy vajon fiatalként én hogyan tudom megszólítani az egyházat. Tehát fordítsuk meg. Tehát én mit tehetek az egyházért? Elég egy olyan társadalmat élünk, ahol mindenki magának akar mindent. És hogyha nem tetszik, akkor kritizálom, hogyha nem szolgálnak ki, akkor talán morgok valamit. Tehát, hogy érdemes ezt is megnézni, hogy én mit tehetek egy közösségért. Itt vagyok fiatalként, itt van az egyházam, amit szeretek, és tudom, hogy itt van nem a tökéleteseknek a klubja, hanem azoké, akik tudják, hogy hol van Isten irgalma, hol lehet kezdeni, hogy én mit tehetek ezért a közösségért. Hány fiatal megy oda a plébános, hogy, atya, itt vagyunk, mit segíthetünk? Tehát, hogy fordítsuk meg egy picit. Ugye minden szülőnek ezen az álma, hogyha gyerekei oda mennének, hogy, anya, mit segítsek? Ugye? És nem húszszor kell elmondani, hogy legalább feküdj már le, De, vagy legalább rakrend az a szobádban. Hanem ő mondja, hogy már rendet raktam a szobámba, hol segíthetek még? Hát ez én álomgyerek. Na, tehát kicsit ilyen álomot kergethetünk mi is, hogy a fiatalok is jöjjenek oda, hogy mit tehetek. Ugyanakkor, hát nekem örök kihívás, hogy tényleg hogyan lehet megszólítani a fiatalokat, mert nyilván az örömhír ugyanaz, a körülmények nagyon változóak. Tehát a csomagolás más. És ez egy örök kihívás. Én azt gondolom, hogy minőséggel, Odafigyeléssel, bevonva őket lehet megszólítani. Hál' Istennek egyre több egyházi iskola is van, ahol azért sok mindent kapnak a diákok. És ezt is örömmel látom, hogy egy lelki nap kapcsán. És talán nem értékelik eléggé azt, amit ott kapnak. De a fiatalság az a felfedezésnek a kora, a lázadásnak a és lehet, hogy majd csak kicsit később fognak visszatérni nem tudom. Valóban piacirés a fiataloknak az elérése az egyház szempontjából. Mert talán nem volt soha olyan idő, amikor annyi depressziós fiatal lett volna, mint manapság. Amikor akkor a lelki problémáik, mentális problémákkal küzdenek, talán nem nőtt föl még egy generáció, akiknél ennyire az egyszülőség van jelen, nincs apuka jelen az életükben, csak az anyuka. Tehát mondhatnánk azt, hogy az egyház erre egy tökéletes receptet tud adni. De hogyha egész egyszerűen ezt a receptet nem kapják meg, ha nem jut el hozzájuk, akkor nem tudnak élni vele. Hogyan tudja, hogyan, hogyan tudja az egyház eljuttatni ezt az üzenetet hozzájuk? Én azt gondolom, hogy a, a helyi közösségek adhatják a legtöbbet. Tehát az, hogyha egy egyházközséghez tartozom, de lehet egy cserkészet, egy regnum, egy bármilyen más közösség, ahol hasonszörűekkel vannak együtt, ott kapnak megerősítést. Ugye a mai fiataloknak mi a legnagyobb nehézsége? Az, hogy szemben velünk, akik én azt hiszem X vagy Y, nem tudom milyen vagyok, valami kicsit korábbi, de hogy nekünk egy szinten kellett élni az életünket. A mai fiatalnak nagyon sok platformon jelen kell lenni, és mindegyiket etetni kell. Ha az Instán fönn van, oda is mindig föl kell tenni. Ha Facebookon fönn van, oda is föl kell. Ha TikTokon, akkor azt is etetni kell. Tehát egyszerűen olyan, annyira szétszórt a figyelem is, hogy nem az, hogy én most itt vagyok és beszélgetek az olival, hanem közben eszembe jut, hogy fú, hát még hány üzenet fog jönni, kaptam -e elég lájkot, meg egyebek. Tehát ezek mindig frusztrálnak. Nemrég beszélgetem fiatalokkal, hogy mi a legnagyobb kihívás számukra, és azt mondják, hogy a megfelelés. Tehát, hogy ne közössítsenek ki a többiek. Ugye most már sokkal nagyobb teret kapott a kritika felületeken. Hát ezt látjuk egy-egy, bármilyen cikk megjelenik, alatt a kommentekben rögtön lehet látni, hogy mindenki zúdítja a negatívat. És ez, hogyha valaki nincsen felvértezve ezzel ellen, akkor hathat -hat is rá. Tehát, hogy nem úgy, mint az a kistány, akit a Párizsi metróban szittak az osztálytársai, ezt el szoktam mesélni, és ő fapofával tűrte, és akkor abba hagyták a, az ő szidását, akkor azt mondta, tudjátok, ez engem nem érdekel, mert én Isten lánya vagyok. És ez a kistány muzulmán volt. Tehát az az identitásom megvan, hogy én Isten gyermeke vagyok, az atya, mennyi atyám szeret engem, akkor innentől kezdve teljesen másodagos, hogy ki mit mond van-e identitásom? Ez egy óriási kérdés a mai korban. Hogy mi adja az identitásomat, ugye? Ma az identitás mi adja? A nemem, a vallásom, a nemzetem. Tehát én egy római katolikus magyar férfi vagyok. És egyszerűen a mai fiatalok nem tudják meghatározni magukat. Mert minden bizonytalanná válik, és minden szétzilálódik. De én tudom, hogy ki vagyok, akkor ehhez képest tudom, hogy kihez igazodjak. Tehát én tudom, hogy én keresztény vagyok, akkor a Krisztusi tanítás jön előtérbe, és én Krisztusnak szeretném megfelelni, az ő tanításának. Ha ezzel ellentétes dolgot várna el a társadalom, akkor azt nem fogom tenni, akkor is, hogyha a többség azt teszi. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy nem a mennyiség szabályozza a minőséget. Tehát, attól még, hogy százan mondanak hazugságot, attól nem fog igazságá válni. És én ezt látom a fiataloknál, ez a nehézség, hogy sokfelé kell megfelelni, félnek a, a mások tekintetétől, hogy nem mernek önmaguk lenni akkor is, hogyha, mert, mert akkor kirekesztődnek. De meg kell tanulnunk az árral szemben úszni. Tehát én szeretek kisebbséghez tartozni. Nem könnyű pálya, mert könnyebb a farkasokkal üvölteni, mint elviselni az, hogy szembe vagyok mindenkivel. De fontos ezt megtenni. Egyszer egy, egy svájci ismerősöm, aki szokott menni misszióba erre-arra, mesélte, hogy a Zimbabvébek küldték ki egy, egy hónapra misszióba, és gondolt, hogy elhívja a 17 éves keresztlányát. Gyere Zimbabvéba velem. Mi volt az első kérdése a lánynak? Internet van? Nincs. Akkor nem megyek. Tehát ekkora függésben lehetünk, és ez is egy érdekes, hogy a generációk közötti különbségben, hogy, hogy miért, mert mi belénk még belénk feltek nagyon sok tudást, amit magunkkal vihetünk. A mai fiatalok meg azt tudják, hogy hol lehet utána nézni. Google a barátom, beírom, és rögtön tudom, hogy metten, meddig élt, nem tudom, harmadik rám szesz. De hogy, és viszont ha lekapcsolom erről, mint a lélegeztetőgépről, akkor meghal. Tehát hiányzik, elvész az a tudásforrás, amire eddig kapaszkodott. A nyelvek ezért jók, mert ott meg kell tanulnom, mert nem lehet az, hogy már most már erre is van applikáció, hogy elmondom így magyarul, és ott kimondja kínaiul, de azért jobb szeretem magam megfogalmazni a mondandómat más nyelven. Tehát azt meg kell tanulni. És hogyha amit nem tudok fejben összeadni, akkor rögtön mindig ki vagyok szolgáltatva a számítógépnek. Tehát, hogy ez egy vissza a természethez egy nagyon fontos lépés lenne, hogy megtanulni és hát erőltetni az agyamat más dolgokra, de tudom, ez külön kutatás eredménye, hogy mai fiatalok már, már egészen más a, a, a gondolkodásmódja, az agyfelépítése, és hát ehhez kell alkalmazkodni, és ez nem olyan könnyű. Na, ezt akartam kérdezni, hogy alkalmazkodnia kell az egyháznak, vagy el kell várnia azt a fiataloktól, hogy ők is álljanak be a sorba, mint a korábbi nemzetékek, és ők is tudják fel, hogy harmadik rámszesz mikor volt? Én azt gondolom, hogy nekünk kell alkalmazkodni. Tehát, ami Pál Lapostól azt mondta, hogy mindenkinek minden elettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Tehát, hogy, hogy ugye Szent Ágoston mondja, hogy ha a körülményeken nem tudok változtatni, akkor a hozzáállásomon kell. Tehát nem lehetek felháborodva a világon, hogy nem hallgatja meg az evangéliumot. Hát ha nem az ő beszédmódján mondom el, akkor nem is fogja. Tehát nekem egy kínai, elkezdett nekem mesélni valamit, én azt fogom mondani, hogy bocs, nem értem és nem lesz joga felháborodni, mert hogyha én nem tanultam kínaiul, akkor neki kell, hogyha itt van Magyarországon, megtanulni az én nyelvemet, hogy el tudja mondani. Úgyhogy az egyháznak ebben nagy nyitottságot kell tanúsítani, és azt gondolom, hogy azért erre bár lassan mozgó ö, különítmény vagyunk, de azért, azért igyekszünk felvenni a fonalat, és megtalálni azokat a módokat, ahogyan megszólítható a mai fiatalság. Következő kérdés előtt csak annyit hadd mondjak el, hogy ha bár nem áruljuk el a februári offline vendéget, de azt igen, hogy a témája, a címe a beszélgetésnek az lesz, hogy életet kérdései, és az egész este úgy, ahogy van, arról fog szólni, hogy a ti kérdéseitekre fog válaszolni. Még annyit elmondok, hogy egy ismert morálteológusról van szó. Homoszexuálisként nem találom a helyemet az egyházban, itt szól a kérdés. Vagy az identitásomat, vagy a hitemet kell megtagadnom, de én egyiket sem akarom. Mit tanácsolna a püspök Ez egy nagyon gyakori kérdés, Sokan nagyon keveseket érint, de mégis nagyon. Második ö... legnépszerűbb kérdés egyébként. Igen, mert ugye azért lássuk picit át, hogy arról beszélünk, amit elénk adnak. Tehát bedobjuk a gumicsondot, hogy tessék, ezt lehet rágni. Tehát, hogy, ö... Tehát azért mögött van egy, egy tudatos ö... módszertan. Ugyanakkor én elárulom, hogy az első papi mert Párizsban töltöttem, egy ö, olyan negyedben, ahol a legtöbb homoszexuális volt. Tehát nagyon sok szivárványzászlós ö, étterem volt, jöttek jóni écesek, ö, homoszexuálisok, nem voltak boldog emberek. Ugye az egyháznak gyakorlatilag egy, egy, van válasza erre, és a, ha elolvassuk a katolikus egyház katekizmusát, egy fél oldal szól arról, hogy hogy a, a homoszexuális beállítottságú embereknek ö, milyen lehetőségük van. Tehát nem kell se az identitását feladni, se a hitét egész egyszerűen van egy hatodik parancsolat, ami mindenkinek szól. Heteroknak és homoszexuálisnak egyaránt. Tehát, hogy tehát senki nem élhet hűtlenségben mással. Mindaz, ami a szentségi házasságon kívüli szexuális élet, az ebben a hatodik a parancsba ütközik. Tehát ennyi a különbség. Meg annyi, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ha homoszexuális lennék, akkor is, ha önmegtartóztató életet tudok élni, akkor nem vagyok kizárva se a szentségekből, se az egyházból, se a közösségből és sokan meg is találják így a helyüket. Nyilván lemondással jár, de hát mindenki lemond, aki nem párkapcsolatban él. Tehát más az, hogy én önként tettem ezt, vagy a Bátust választva, de hogyha valaki ilyen helyzetben van, akkor hát ezt el kell fogadnia, hogy, hogy, hogy valahogy más, mint a többiek, de nincsen kizárva se az egyházból, se a szentségekből, addig, amíg nem él olyan kapcsolatban, ami megakadályozza az ő feloldozását. Tehát a gyóntató papnak is meg van kötve a keze, tehát olyat nem oldozhatok fel, aki a bűn állapotában marad. Tehát most egy extrém példa, hogyha valaki az, hogy megyek és megölöm a X-et, nem oldozhatom fel előre. Hogyha megölte és megbánta, akkor utána adhatok feloldozást, de akkor olyan elítétet is adnék, hogy akkor a rendőrségen is adja fel magát. Tehát, hogy, hogy, értsük jó, hogy aki a bűnben marad, az nem oldozható fel, mert a bűn bánat az nagyon kell hozzá, és az, hogy változtatni akarok rajta. Hogyan előzi meg a saját maga kiégését, és mit tanácsolna azoknak, akik már fiatalon úgy érzik, hogy ki vannak égve kapcsolódva egy néhány témához, mert a kiégésről már néhány gondolatot mondtál az első felében, és a fiatalokhoz tudunk kapcsolódni, amely előbb volt téma. Így van, ugye mi okozza a kiégést? Az egyfajta egyensúlyvesztés. Tehát valamit túltolok. Legyen az a munka, legyen az a kapcsolatok, legyen a, a pihenés hiánya. És a Bersigi Beáta Mária nővére, Nyolcbodogság közösség nővére írt egy könyvet a kiégésről, és mondtam, hogy figyelj, nincs időm elolvasni. De kérlek, hogy nekem egy oldalba foglald össze, mik a tünetek, és egy oldalba, hogy mi a prevenció, hogy lehet megelőzni a kiégést. És akkor írta a tüneteket, mondom, szuper, ez nincs, 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 nagyon jó, prevenció, ezt csinálom, 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 csinálom. És azóta is. Tehát miket javasolt ő? Egyrészt a pihenés. Tehát nagyon fontos, hogy legyen legalább egy alvónapunk. Tehát én még is kérdésen 5-6 órákat aludtam, de hetente egyszer mindent kikapcsoltam. A kaputelefon, mobiltelefon, minden, és addig aludtam, amíg bírtam. Volt, hogy 10-12 órát így egybe. És akkor újra feltöltött, és akkor megint kezdődött az 5-6 órás alvás. Öhm, aztán... Bocsánat, ezt most is meg tudod csinálni? Meg, hál' Istennek. Tehát muszáj, hogy uh, igyekszem úgy időzíteni a lefekvés, hogy másnap mikor van az első program. Tehát, hogy megesik, hogy 9-kor kellek, de akkor éjjel kettőig még fönn voltam. Tehát, de igyekszem erre figyelni. Aztán legyenek olyan ami, ahol magam lehetek. Tehát nem uh, a püspök úr, nem a kornél atya, hanem kornél és kész. Tehát, hogy, és akkor meg, nekem szépen leírta, hogy miből mennyi kell havonta, hetente, stb. Mozgásra is felhívta a figyelmet. Nagyon fontos, hogy mozogjunk. Nekem célom, hogy naponta ezer lép, tízezer lépést tegyek meg. És akkor azt lehet ima közben, rózsafüzérezés közben, vagy éppen a sportolás nagyon fontos. Tehát én szeretek hetente azért néhány órát teniszhezni például vagy most bízom hogy hétvégén eljutok síelni, és akkor, akkor egy hét síelés. Tehát, hogy nagyon kell a mozgásra figyelni. Azt is látom, hogy a velem egykorú atyáknak a esmeresi kerülete azért nagyot nőtt. Hogy ö, oda kell figyelnünk, nekünk papoknak is, hogy, hogy ö, épp testben ép lélek, ugye ez, ez, ez mind a kettő kell, hogy legyen. És nekem azt látom, hogy hát Jézus is mindenhova gyalog jár, nagyon sokat mozgott. És ugye nekem is amióta uh, igyekszem erre figyelni, de jön egy telefonok, rögtön felállok, és felalás sétálva telefonálok. Tehát azt ülve is lehet meg, felalás sétálva is. És ez sokat segít, hogy igyekszem megmaradni ilyen filigránnak. Úgyhogy ez is hozzátartozik. tartozik. Um, legyen olyan dolog az életemben, ami teljesen kikapcsol. A játék például ilyen. Mert a játék azért jó, mert arra kis időre um, kiszakadok a világ törvényei alól, és a játékszabályok szerint élek. Tehát az életben nincs olyan, hogy ha hatos dobsz, akkor kimaradsz egyszer a dobásból, vagy a körből. De a játékban megvan. Tehát és ezért felszabadító. Vagy ilyen lehet egy zenehallgatás. Ugye azt mondják, hogy egy, egy komoly zenei koncertre beülni fáradtan, és utána felüdülve jössz ki, mert a másik agyfélteket dolgozik, a másik pedig pihen. Tehát ezekre mind oda kell figyelni. Um, azt gondolom, hogy ezeket igyekszem így betartani, és, és tényleg a normalitás, normálisan étkezni. Ugye sok atya úgy eszik, hogy egész nap rohangál, és akkor este végre kilencre hazaér, és akkor jöhet egy jó vacsora. És az általában benn is marad, tehát hogy, vagy, vagy rakódik. Hát erre odafigyelni, jobban elosztani a, a, az étkezéseket. Azt gondolom, hogy ezek a trükkök ott vannak, és érdemes is élni vele. Szerintem valaki beírja a Google-ba, hogy, hogy kiégés prevenciója, biztos, hogy kiad egy pár ötletet itt a papoknál a kiégést mennyire érzed egy reális veszélynek, egy ilyen elhallgatott témának? Mert én azt tapasztalom, hogy úgy állunk hozzá a papokhoz, hogy ő az, aki mindig kedves, mindig ad valamit, mindig ott van, mindig elérhető, és arra egyáltalán nem figyelünk, hogy ő hogy van. A szeminerista voltam, akkor Bíró László Püspök atya volt a rektorunk, és ő mondta, hogy a pap olyan, mint az a trabant, még az az időszak a papont a trabantjuk volt, amit mindig kölcsön adnak, de mivel mindenki csak néhány kilométert használja, senki nem tankolja. És akkor lesz, aki nem indul már be. Tehát hogy a, a hívek például nagyon sokat tehetnek azért, hogy a papjukat tankolják. Tehát kis odafigyeléssel, visszajelzéssel, köszönettel figyeljenek oda, hogy, hogy ő pihenjen. Tehát emlékszem volt olyan, aki bejelentkezett lelki beszélgetés, és azt mondja, hogy jó, ugye a naptárban le van foglalva ez az óra, igen, ez az óra most a tiéd, én most elmegyek. Tehát hányan kérem, hogy jaj, hát ne de nem tudok jönni, le kell mondjam a, a találkozót, hát én vagyok a legboldogabb. Tehát végre felszabadult egy kis időm, akkor tudom pótolni az e-maileket például. <laughs> Tehát már van, hogy a naptárba beírom, hogy e-mailek. Ma is beírtam, hogy reggel 9-től 4-ig. Hát aztán ebbe bejött csomó minden más megbeszélés, meg beszélés, meg egyebek, de azért igyekeztem tartani. Tehát igen, oda kell figyelni a papjainkra, és hogy, hogy ne csak elvárásokkal legyünk feléjük, hanem ott legyünk, hogy atya, mit segíthetünk. És én hiszem azt, hogy, hogy meghálálják, hogyha, hogyha készek vagyunk segíteni neki, vagy levenni a vállukról olyan dolgokat, amik, ami nem feltétlenül az ő feladatuk. Komolyan mondom, nem akartam összekötni, csak most látom, és ide illik. Úgy szól a kérdés, hogy ha megtehetné, akkor eltörölnie a celibátust. Ez egy sláger téma, és azt hiszem, hogy sokan a kiégéssel összekötik a celibátust. A lehetőség mindenkiben ott van, hogy válasszon. És azt, azt mondhatom, hogy, hogy mi római katolikusok könnyebb helyzetben vagyunk a papi döntésekor, mert tudjuk, hogy ez ezzel jár. Görög katolikusként kettőt kell dönteni, hogy pap akar -e lenni, és hogy házas pap akar -e lenni, vagy szölepsz. Ugye nem olyan könnyű. Én azt gondolom, hogy mindennek megvan a létjogosultsága, és én személy szerint nem törölném el. Azt tapasztalom, hogyha valaki éli a papságát, akkor a cölibátus megterem gyümölcsként. Tehát este ülök, hogy bedülök az ágyba, hula fáradtan. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, nem törölném el. Ez egy Jézusi életmodell. Én azt gondolom, hogy nekünk jó követni. Mindezzel együtt, hogy létjogosultsága van annak is, hogy házas embereket is pappá szenteljenek. Ez mennyire téma a papok között? Mert ha őszinte lehetek, nekem az a benyomásom, hogy a hívek, és pláne a nem hívek, akik az egyházhoz nem nagyon kapcsolódnak, ők azok, akik a cölibátus nagyon-nagyon pedzeketik, hogy el kéne törölni. Közöttetek mennyire szoktatok erről beszélni? Nem nagyon, mert mi ezt döntöttük, legalábbis akikkel én beszélgetek, ez inkább a 40 fölötti hölgyeknek a, a kérdése szokott lenni, akik nyilván abban bíznak, hogy ő lenne a feleség. Tehát, hogy, tehát a 40 fölötti szölepsz hölgyekre gondolok. De hát semmi nem garantálja, hogy ő lesz a feleség. Tehát, hogy, és azért tegyük azt is hozzá, bocsánat, hogy nagyon sokan élik le az életüket házasság nélkül. Nem azért, mert így döntöttek, hanem mert nem jött össze egy párkapcsolat. És ők sokkal boldogtalanabbak, és hát inkább nehéz segíteni kell az egyházon belül is, úgy gondolom. Nagyon sokan vannak, akik, és nem csak hölgyek, hanem férfiak is. Egyszerűen valami megváltozott, és látjuk, hogy 30-40 közötti jóképű, intelligens, fiatal srácok is egyedül vannak. Nem tudom, hogy hogyan segíthetnénk őket katalizálni, hogy találjon párját. Meg nem könnyű. A hét hétét offline nagyjából ezért is hosszú létre, meg a, meg a szünetet is, hát nyugodtan menjetek oda, lehet, hogy egy cölibátusban élő, nem pap, egyedülálló, másik nemű emberhez hadd ne folytassam. Hogyan bizonyítaná be Isten létezését egy nem hívő barátjának? Vannak egyébként nem hívő barátai, de szűkebb körben? gondolkodnom kell, azért van, van aki, igen, van. Hogy meggyőzni őket, vagy, vagy igazolni, hát ez egy, ennek hatalmas irodalma van egyébként, tehát a különböző istenbizonyítékok, meg egyebek. Én azt mondom, hogy én csak azt tapasztaltam, hogy Jézus, amit tanított, és azt élem, azt az élet visszaigazolja, hogy helyes, amit, amit hiszek. Ugyanakkor én hát egy sztorit szoktam elmesélni, ami nekem lehet, hogy a jelenlévők közül is már sokan hallották, de egy életre szóló tapasztalat volt, nem csak Istenről, hanem az egyházról is. Ez amikor a, a barátommal stoppal voltunk Franciaországban, és hazafele egy németországi benzinkútnál stoppoltunk, és hát tényleg oda mentünk mindig bekéreckedni a kocsikba, és hát hat órán keresztül hiába tettük. Hát hat órán keresztül azt mondja, nem, nem arra megyünk, nincs hely, félünk, soka csomag, mindig volt valami kifogás. És a barátom teljesen ki volt akadva, ő azt mondja, hogy soha többet stoppal sehova nem megy, inkább biciklivel bárhogy, de stoppal nem. És azt mondom, hogy uram, én még bírom, de ő miatt a segíts haza minket. Ennyi volt. És a következő autóhoz a barátom ment oda, és fölvett, egy férfi volt, a barátom őt előre, jobban tudott németül, ő beszélgetett vele egy kicsit, aztán hátrafordult, tudod mi az űrge foglalkozása? Aztán Dél-Afrikában misszionárius éppen a szabadságát tölti. Németországban egy katolikus pap volt. És én nagyon megköszönöm a jó Istennek, és el is vitt minket 150 kilométert, az már nem autópálya volt, úgyhogy kiraktuk a kezünket, második autó megállt, barátom ült előre, megint egy férfi vett felé, hátra, picit beszélgetnek, öt perc múlva hátrafordult, tudod mi az űrge foglalkozása? a katolikus pap. Tehát én csak azt mondom, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy egymás után Németországban két katolikus pap vegyen fel, hát ez szerintem konvergál a nullához. Én ráadásul egy ilyen röpfohász után. Tehát, hogy a, te jó el elképzelem, hogy hogy voltam mi esetünkben, hogy néz föntről le, hogy hogy vagytok fiúk. Látom, küzdöttök, de hát az... kell segítség, szóljatok, mert vannak eszközeim, meg amúgy is mindenható vagyok, meg van egy egyházam. És akkor jött az info, hogy alert, uram segíts, ja, akkor küldök kettőt. Tehát, hogy nekem azóta ez egy nagyon nagy mély hitet, az is valaki azt mondja, hogy Isten nincs, meg az a Jézus nem alapított egyházat, az, hát csak nevetni tudok rajta ezek után. Persze valaki azt mondja, hát véletlen volt. Igen, de a véletlenen keresztül a jó Isten mosolyog. Még kicsit maradnék ennél a kérdésem, mert sokan olyan közegben dolgozunk, ahol azért nem a hívők vannak többségében. És állandó nagy dilemma az, hogy, hogy mennyire akar és tud az ember tanúságot tenni a hitéről, hogy az ne legyen már mint egy dél-afrikai misszionárius, nagyon erős, de mégis az ember tudja a másikról, hogy hívő. Hol van ez a határ? Tudsz erre konkrétumokat mondani, hogy akár az egyetemen, itt az itk akár a munkahelyünkön, hogyan tudunk úgy tanulságot tenni a hitünkről, hogy az vonzó legyen mások számára, és ne azt érezzék, hogy na jó, hát az Oli hívő is szeretne, hogyha itt nagyon rám tukmálnál a hitét. Én azt gondolom, hogy vonzó élettel tudjuk leginkább hitelesen továbbadni a hitünket. Tehát, hogy szoktam mondani, hogy néha elég nem csinálni dolgokat ahhoz, hogy kitűnjünk a sorból. Tehát nem káronkodunk, nem plegykálkodunk, nem lopunk a munkahelyen, betartjuk a szabályokat, megbízhatók vagyunk. Tehát annál nincsen rossz, mint ha valaki folyton Jézusról beszél, de egy munkát nem lehet rábízni, mert azt meg nem végzi el. Tehát mennyire hiteles ez. És azt gondolom, hogy sok esetben azért nem merünk tanúságot tenni a hitünkre, mert úgy érezzük, hogy az életünk nem azt tükrözi. Megmondom őszintén, én nem raktam ki halacskát az autómra. Erre mondta egyszer még Lukás László Pialista atya, hogy amikor beül vezetni, akkor kiveszi a papi civil kolláriát, hogyha netán úgy vezet, akkor elég, hogyha őt szídják, nem hogy az egyházát is szídják. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy éljem úgy az életemet, hogy az hiteles legyen, és hogy hát nem rejtem véka alá. Azért Jézus mondott egy pár elég durva hasonlatot, hogy ti vagytok a helyre épült város, ugye a nem rejtik a lámpást, ugye a véka alá, hanem a lámpatartóra teszik, ti vagytok a föld sója, a világ világossága. Tehát hogy nem azt mondta, hogy, hogy simuljunk bele a közegbe, hanem azt mondta, hogy tűnjünk ki. De leginkább mivel? Szeretettel. És azt jelenti az, hogy Jé, téged onnan ismernek, hogy te mindig segítesz mindenkinek, hogy te odafordulsz olyanhoz is, akit mindenki kiközösít, aki megosztja az ételét másikkal, tehát hogy akinek mindig van egy kedves szava, vagy vigasztalása, és azért szóval fel lehet ezt fedezni, hogyha valakiről, még ha nem is hívő, de, de, tudják a nem hívők, hogy ő hívő, érdekes, amikor baj van, akkor őt keresik meg. És egész néha elég annyit mondani, hogy figyelj, majd imádkozom érted. És már ez nagyon sokat ad valakinek, hogy te imádkozol értem, hát miért? És igen, mert imádkozom, mert én ilyen fajta vagyok, és hát Jézus megmondta, hogy hát imádkozunk egymásért, egy másokért. Úgyhogy az, hogy hogyan lehet hitelesen tanúságot tenni, talán úgy, hogyha élem az életemet, és nem azt tudják először rólam, hogy keresztény vagyok, hanem azt, hogy megbízható, szeretetteljes, örömteli, és egyszerűen lerír rólam, hogy, hogy, hívő vagyok. Akik, most nemrég beszéltem valakivel, aki Lisszabonban él, és azt mondja, hogy a, a ifjúsági világtalálkozó akkor a más atmoszférát hozott Lisszabonra, hogy ott van egy millió fiatal keresztényként, hogy, 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 hogy ez így is élhető ez a város. Tehát rajtunk múlik sok esetben, hogy, hogy az a pici, amit megtehetünk, azt tegyük hozzá a környezetünkhöz. És én hiszem azt, hogy hogy, hogy a, a tanúságtételünk is akkor lesz hiteles, hogyha előtte már van egy, egy letett érték az asztalra. Vagy én, én sportot űzök abból, hogy megjelenjek olyan helyeken, ahol nincsenek hozzászokva papi jelenléthez. Tehát emlékszem... Amikor Rómában tanultam, akkor kint volt velem a szörföm, és akkor hétvégenként mentem ki a szörfözni. Nem csak azért, mert a dolgozatomnak az egyik témája Jézus vizenjárása volt, hanem mert hogy gyakorlati dész is tegyük át, hanem ott is volt, hogy valaki megkérdezte a másikat, hogy, hogy a szörfösként már ismertek, hogy Na, Giuseppe, tudod, hogy mit csinál egyébként? Az ember miért? Mit? Hát ő pap, Hú, tényleg. Tehát, hogy ismertek szörfösként, és akkor mellette még pap is vagyok, akkor ez már eleve egy ilyen kaptáció-benevolencia, így meg volt nyerve a jó hír, mert ismertek papként, vagy, vagy szörfösként, akkor már hason akkor a papságokat is könnyebben elfogadják. Evezzünk más vizekre. Egyház és politika kapcsolata. Mit gondolsz, meddig, meddig a szintig helyes az egyház és a politika kapcsolata, hol van a határ? Ugye sokan mondják, hogy az egyház ne politizáljon, de hát ugye a politika alapszava ugye a polisz, a város. Tehát már mit nevezünk politikának? Hogyha én mérgelődöm, mert nem jön a busz, akkor az már politizálás. Hogyha elégedett vagyok a köztisztasággal, akkor az is politizálás. Hogy az egyház ugye nem egy, egy társadalmon kívüli szervezet, hanem ugyanazok a tagjai, akik a társadalomnak is, akik élnek a politikában, élnek az egyházban, és hát Jézus maga is politizált. Volt egy mondata, ritkán idézzük, de hogy az egyik polgári vezetőnek mondta, hogy hát mondjátok meg annak a rókának. Tehát lerókázta ezt a. Tehát más is 2024-ben mást is jelentetne, de, de, igen, de igen. Igen, tehát de hát, hogy kritizálta a ottani vezetést, tehát hogy, hogy ez egy ház hol van a határa, én azt gondolom, hogy a szószéken nincsen helye politikának. Um, egyszerűen azért, mert ugye um, pártok jönnek, mennek, Jézus marad. Nagyon kevés időnk van egy, egy prédikációban, akkor inkább Jézusról, az Evangéliumról, az örömhírről beszélek. A politikáról beszélnek sokfelé máshogy is. Ugyanakkor lehet személyes véleményem a politikáról, lehet nem meglátásaim, de ezt nem ott fogom kifejteni nyilvánvalóan. Most az, hogy az egyház nem tud a társadalomon kívül létezni, és a társadalomra pedig hatással van a politika. Én azt gondolom, hogy kell egyfajta prudencia, hogy, hogy ne legyen a politikának a, a alávetetje. Ugyanakkor. Hát nem is véletlen, hogy salkaházi sára például a parlamentben, vagy hány, hány képviselő volt a parlamentben, akkor kifejtették az egyháznak a társadalmi tanítását éppen azért, hogy, hogy ha nem jó irányba mennek a dolgok, akkor ott fel kell szólalni. Tehát nem véletlen az, hogy a, hogy a egyház elmondja, hogy nem értünk egyet például a megt mesterséges megtermékenyítéssel. Hát ez is egy politikai kérdés, hogyha a törvényben van, hogy ezt dotálja az állam, vagy nem, áll az egyház meg azt mondja, hogy bocsánat, nem ez a megoldás. Tehát néha szembe kell menni, és fel kell vállalni az igazságért. Ugyanakkor pedig, ahol lehet, miért nem működnénk együtt? Tehát, hogy, hogy erre a legjobb példa mondjuk egy, egy eukarisztikus kongresszus, vagy egy pápa látogatása, ahol a külföldieknek volt egy, egy, egész szokatlan dolog, hogy az állam és egyház ennyire együtt tudta szervezni ezt a szép eseményt, és mindenkinek jó volt. Tehát azt gondolom, hogy meg kell találni a helyes arany középutat. Ha megfordítjuk a kérdést, bizonyos szintig egy papnak, püspöknek tisztában kell lennie a politikai történetekkel figyelnie kell a közéletet, pont azért, hogy a népet, a nyáját tudja irányítani? Vagy szerinted nem? Nyilván, tehát ebben a világban élünk. Nem feltétlenül azért, hogy a nyájat irányítsuk, hanem hogy, hogy ne lehessen megvezetni. Tehát néha azért nagyon fárasztó dolog. Tehát most volt újságíró is kérdezte, hogy hát mit gondolok, nem tudom, kinek a nyilatkozatáról. Mondom, fogalmam sincs, nem olvastam, de nincs annyi időm, hogy mindenkinek a nyilatkozatát mondjam, hogy ő mit nyilatkozott más nyilatkozatáról. Tehát hogy ez egy nagyon belterjes dolog. Nekünk azért az ég felé kell tekinteni, és ha nem felednél a legfőbb célunkat, az örök életet. És annyira egymással vagyunk elfoglalva, hogy a hogy pálapostól mondja, hogy hát vigyázzatok, hogy fel ne fajátok egymást. Ha ennyire marjátok egymást, nem, azért, azért ez, ez hosszú távon nagyon fárasztó. És azt gondolom, lehet, hogy maguk az újságírók is belefáradnak, hogy folyton azt kell nézni, miben lehet belekötni, vagy miben nem. Tehát annak ellenére nekem nagyon is tájékozottnak kell lennem, és nem csak a mainstreamben, hanem hogy lássam a világ nagy összefüggéseit, hogy mik vannak, amik úgy tűnnek, mintha valami kis helyi lelog lenne, aztán kiderül, hogy máshol is előfordulnak tendenciák, célok, összeesküvés elméletek, amik néha már inkább gyakorlat, de hogy ezeket figyelni kell, hogy tudjuk helyes irány mutatni, hogy vigyázz ez csapda, Ugye ez a, a sátán is ö, nem, a, nem, azt mutatja meg, hogy hogy akar elvezetni, hanem mindig csak valami csábító dolgot ad. És aztán szép lassan spirálba lefele. Tehát valaki a első füves szigét elszívja, hát ő nem fogja megmutatni neki a sátán, hogy heroin függőként hogy fog kinézni. És ezért belemegy, hogy hát ez még megengedhető. És hogyha tudom, hogy na, mi a fő cél, akkor már eleve óvatos vagyok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó tájékozodnak lenni, de hát nem sok idő jut rá, mert azért feladatok vannak, azt el kell végezni, idő van, és a legfontosabb dolgok azért eljutnak hozzánk is, tehát nem kell folyton híradót nézni. Egy prédikációban nagyon megfogott az, hogy a másikban ne Isten akaratát, hanem magát Isten keressük. Hogyan lehet magunkban lebontani az ítélkező falakat? Hát ne ítélj, hogy ne ítéltes. Én azt gondolom, hogy Ugye Jézusnak erre van még egy mondata, hogy amit akarsz, hogy veled tegyenek mások, te is azt tedd másnak. Vagy ahogy akarod, hogy veled bánjanak, te is úgy bánj másokkal. Tehát, ha én nem akarom, hogy engem ítél, felettem ítélkezzenek, akkor én sem ítélkezem más felett. Az is igaz, hogy Jézus a bűnt elítélte, a bűnös sohasem. Tehát, hogyha nyilvánvalóan az élet minden pillanatában hozunk egy döntést, egy ítéletet, hogy szerintünk ez az értékrendemnek megfelelő, vagy nem megfelelő. Ez a viselkedés, ez a magatartás, ez a döntés, ez a szó, ez a cselekedet. És nyilvánvalóan, mert így tájékozódom a világban, hogy ez szerintem nem jó. De mindig külön kell választani a tettet és a tettest, mert a tettet elítéljük, a bűnt elítéljük, a bűnös sohasem. És az, hogy ha én nem akarom, hogy ítélkezzenek fölöttem, akkor én sem ítélkezem, hanem mit tehetek, ha olyan magatartást látok, vagy olyan tettet, szót, cselekedetet, bármit, ami nem felel meg szerintem annak, ami a üdvösségre vezet, akkor inkább imádkozom az illetőért. Tehát a kritikámat rögtön imádságá változtatom. Én is látok valakit, aki valamiért nem szimpatikus, vagy látom, hogy nem jó, amit tesz, uram, áld meg őt. Segítsd meg őt. Ez a másik reakcióm rögtön. Hogyha ezt mindig megtehetjük, hogy imádkozunk azokért, akik nem az általunk uh, Krisztusi útnak tartott úton halad. Néhány kérdést átugrok, de nem azért, mert kerülnénk a tabu kérdéseket, ez szerintem eddig is kiderült, hanem mert az utolsó kérdés, és szerintem fontos. Mi a legfontosabb az életünkben, és ami a halálunkkor számítani fog igazán a jó Isten előtt? Tulajdonképpen ez szinte egy ilyen útra való így az offline végén. Nagyon szeretem Jézusnak a Ugye az utolsó ítéletről szóló példabeszédét, hogy éhes voltam, mennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, beteg voltam, meglátogattatok. Érdekes, hogy egy szó nem esik arról, hogy mennyit imádkoztál, mennyit mentél templomba. Minden a tettekről szólt. Tehát ami alapján mi meg leszünk ítélve, azok a tetteink. Tehát ugye ezt Jakabapostól leveléből tudjuk, hogy a, ha a hitből nem származnak tettek, akkor az egy hol dolog. Tehát ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy mibe hiszek hogyha nem hat az, az életemre. Ugyanakkor nagyon is kell, hogy a hitem meghatározza az életemet, mert hogyha én azt hiszem, hogy a halállal minden véget ér, akkor egészen másképp fogok élni, mint hogy tudom, hogy a legjava még utána jön, ami örökké fog tartani. És ehhez képest nagyon ezzel a néhány évvel vagy évtizeddel vagyunk elfoglalva, ahelyett, hogy az örökké valóságra koncentrálnánk, hogy mi az, ami megmarad. Ugye ne gyűjts a földön kincset, hanem a mennyben gyűjts, hogyan? Hát úgy, hogy minden egyes jó tett azért az ott kamatozik. Tehát, hogy Jézus ezt fogja tőlünk számon hogy jóvá lettem, vagy nem. És ez a jó hírem a mai napra, hogy a szentek is ott vannak előttünk példaként, és hogy nem rajcél győzelmet arattak. Nagyon is ismerünk olyan szenteket, akik nagyon hátrányos helyzetben voltak. Egy Batyányi Stratman László, egy Szent Pál, egy Szent Ágoston, aki egy, ő egy kicsapongó hazug volt, még gyereke gyerekei született, és mégis lett belőle egy szent életű püspök. Tehát ezért jó, hogy időben és térben élünk, mert van fejlődési időnk és lehetőségünk, hogy hogyan váljunk szenté. És a jó Isten, el, hogy akkor akar elhívni bennünket, akkor a legkészebbek vagyunk az ő szeretetének a befogadására. És talán a legnagyobb csalódás az lesz, hogy ott állunk Istennel, a végtelen szeretettel, és azt mondjuk, hogy lehettem ennyire önző az életem során. Miért nem voltam sokkal nagy lelkűbb másokhoz. És a mai nap van itt arra, hogy ezt jóvá tegyem. És a mai nap tudok dönteni, hogy nem magamért élek, hanem másokért. Oda figyelek-e másokra, az ő szükségleteikre, igényeikre, amit egyeltettetek, velem tettétek, mondja Jézus. Én azt gondolom, hogy ez lesz a legfőbb kérdés, amikor ott leszünk, hogy befogadtam-e Isten szeretetét, és a jele voltam ebben a világban. Igyekeztem-e szeretettel, tettekkel kifejezni azt, hogy én miben hiszek, kiben hiszek, és ebből fakadó életemmel példa vagyok-e mások számára talán ez a legfontosabb, hogy úgy éljek, hogy, hogy amikor ott leszek, akkor azt mondassam, hogy igen, Uram, mindenkiben téged tudtalak szeretni, és amiért nem azért megkérlek, bocsáss meg. Kornél, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, köszönjük a négy év után, te voltál az első vendég a 7 hét hét offline eseményen. Abban bízom, hogy egy meglehetősen ütős ajándékot tudtunk neked adni, és hozzásegíteni téged a sportéletnek a megfelelő megoldásaihoz. Ugyanis Szeretettel fog. Úgy tudom, hogy fallabdázni is szeretsz, ilyen időben ráadásul jobb. Az a kérdésem, hogy ne így add az áldást majd ezzel. De, de nagyon szépen köszönjük neked. Ó, köszönöm szépen, igen. Fallabdáz. És még átadunk neked egy hétről hétre ér. imalaplót is. Hölgyeim és Uram, a hét hétét vendége Fábri Kornél volt. Ó, köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, is. Zoli azt ígérte, hogy egy áldással fogjuk befejezni, úgyhogy én ezt nem akarom megspórolni. Úgyhogy, hát egy áldás hadadjak. Az Úr legyen veletek. És Áldjon és őrizzen a mindenható és irgalmas Isten. Adja meg mindazt a kegyelmet, amire szükségetek van adja meg nektek az ő békét és örömét, hogy le jelek lehessetek ebben a világban, Isten szeretetének a jele. És halmozzon el titeket minden áldásával az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Örömteli életet. Köszönjük szépen. Mielőtt még megtapsolnánk újra két fontos dátum. Február 14-e Szent Bálint nap, a Szent István Bazilikában találkozunk ima este. Február 20-án pedig ugyanitt, 7 hét, hétét offline, minden információt majd a hét-hétét Facebook oldalán megtaláltok. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan eljöttetek, egy nagy élmény volt nekünk is.